Sziasztok gyerekek, üdv a csatin! Keeper jelentkezik következő videóval, srácok! Azt mondtátok, költözzek el, úgyhogy ezt mindenképpen meg fogom valósítani. Viszont ezt el kell, hogy mondjam, hogy teljesen rá vagyok pörögve erre a dologra, de ilyen nagyon epik durvá, nem is tudom elmondani mennyire. Először is el kellene menni ide, Jenny elé, és fel kéne szednem a cuccokat, amire szükségünk van. Ma lehet, hogy rettenetesen hosszú gameplay lesz, úgyhogy készüljetek fel, tudom egyébként szikrázik a bicikli. Ja, fú, basszus. Olyan bázis fogunk építeni, amit nem tudtok elképzelni. Egyébként tudom, ma javítókészlete meg fogom javítani a brengát, majd, hogyha odaérünk a dobozhoz. Tevékenykednünk kell éjszaka is, mert mindenképpen hasznosan akarom eltölteni ezt az időt, amit rá tudok fordítani erre a dologra. Gyerekek, a hízet meg majdnem elütöttük a kányát ma re. Remélem nem támad meg minket, vagy valami olyasmi. Ja, ezt meg kell javítani ezt a biciklit, mert Norvégt úgy le fog cseszni, hogy nem állok meg a lábomon. Júj! Szeretitek a lecsót? Az előbb ettem lecsót. Ja, várj. Ja, oké, jó. Mindjárt ott vagyunk, gyerekek. Ugye itt elől, a Jenny előtt van. Hú, de jó, elköltözünk innen. És legalább egy olyan bázist fogok építeni, amit nagyon-nagyon szerettem volna mindig, de sose tudtam normálisan megvalósítani, és szerintem most már meg tudjuk. Tök jó, hogy akkor állunk neki ennek a bázis megvalós valós valósításának, amikor már, ahogy mondjam ezt el nektek, mindjárt megpróbálom, jó? Figyeljetek, olyan dolgok, egy csomó minden nem kellene. Minél inkább kikére pakolni, ezt lehet, hogy egy ilyet viszek magam a gyerekek. Ezt meg elég 5 darab bőven. Vizet azt vigyünk, meg kaját azt viszünk. Erre nincs szükségünk. Viszont, várjátok, hogy tudom kirakni a fát azt viszünk. Meg esetleg, ha követ láttok, azt is visszük. Más nagyon nem is kell. Építőanyagra lesz rengetegre szükségünk. Esetleg még egy kis kaja majd azért tukálhat, jöhet majd. Várjátok így. És akkor, ahogy van fa, akkor még clay-re lenne szükségem. Itt nincs olyan kaja? Hát ilyen kisütni való van, de hát azt most egyelőre pont nem érdekel. Lehet, hogy Jennytől kéne venni cuccokat, ha kinyit. Ja, de viszont azt nem fogom én megvárni, gyerekek. Ugye rengeteg dolgunk van, látok, izébe kellene sorba rakni, és akkor át kéne nézni, hogy esetleg mit tudok magammal vinni. Ami ilyen építkezési, itt van egy kis, hát ezt egyébként mi ez, cement? Ez egyelőre még nincs rá szükségünk, mert úgyse fogunk tudni cementből építkezni. A követ viszem a követ. Ja, meg volt egy javítókészletünk valahol, nem? Gyerekek, azért úgy futkorászok itt, hol az a rohadt javítókészlet? Nincsen search-a izébe? Volt nekünk egy javítókészlet, 2 darab javítókészletünk. A biciklire rájavítunk egyet. Oké. A másikat meg elvisszük. És most mi az, amit kell csinálni? Ja, a biciklin meg akarom nézni, hogy milyen cuci-mucik vannak nálunk. A fát azt magamnál tartom, viszont ezeket meg kirakom, mert nincs rá szükségünk. Jó? Építkezés lesz a mai részben, szóval tényleg próbáljunk meg arra ráfeszülni, és fölösleges dolgokat ne nagyon cipelgessük. Szerintem ez a lőszer se kellene ennyi, ezt meg ezt jó lenne eladni. Úgyhogy ezt figyeljetek, az eladó dolgokat azokat így lesz. Oké, okay, akkor mehetnénk, várj, hol lakok? Ott lakok. Mehetnénk haza, onnan is kicsúlyolunk mindent, amit tudunk. És kellene vágunk fát egyébként. Útközben fogunk mindenképpen fát vágni. Megcsináljuk ebbe a részbe a bázist. Itt hagyok mindent egyelőre, de gondoltam arra, hogy visszabontom ezeket, de most annyi ezeket a frémeket, de hát most nem azon fog múlani szerintem, hogy 3 darab frémet így visszabontok, vagy nem. Teljesen felesleges lenne. Útközben úgyis több fát ki tudok ütni. Éjszaka valószínűleg ugye azért ezt kellene csinálni, hogy alapanyaggyűjtés, meg ugye ott is tudok majd alapanyagot gyűjteni, bár lehet, hogy ott csak homokot fogok tudni kiásni. Azt hiszem, hogy clay-t használom, úgyhogy clay-re lenne rengeteg darabra szükségünk. Nagyon rá vagyok feledkezve a dolgokra. Ja, pénzt azt kellene vinni, meg eladható dolgokat is jó lenne. De viszont kéne vinnem kaját meg vizet. Azért ott egy minimum egy napot el fogok lenni. Oké. Okay. Ezt a pár fát kivágtam.
Hú, most elég összeszedett gameplay lesz, már mint nem az az... hello, mi van? Berontok a zombikhoz! Nem az a stílus, hanem egy egész más jellegű. Ja, itt egy csomó frame-et egyébként elfazoltam, visszaszedhetném, de nem akarok, nem akarom. Fel akarok építeni valami olyan egyedi, érdekes bázist, amitől meg fogtok örülni. Mindig akartam... Fú, ellelőjem a poén, gyerekek! Mindig akartam egy Skybase-t. Egy ilyen... egy olyat... És... az annyira legelejétől, hogy körülbelül nem is tudom, 8 évvel ezelőtt, amikor először játszottunk vele egy normális sorozatba, akkor talán emlékeztek is rá. Ja, ezeket is érdemes lenne egyébként elvinni, várják lézőbe. Van itt szeg, hát hogy nem lesz szükségünk. Na nézzük, akkor kellene ennek kövek rengeteg. Ez is mehet, a homoka szerintem nem kell. Ez is mehet, jó, ezek így mehetnek. Nézzük át, hogy mi az, ami kellhet. Van itt fa, ezt el kellene vinni, akkor van itt tüze is. Ezt meg le kéne szkrepelni, mert nem ezzel fogunk vinkódni. Egyéb szervesnél mi van? Mi az, amit érdemes lenne vinni? Na, igazából innen sok mindent nem. Az építkezés az, amire szükségünk van, bár akkor már érdemes ezt a pénzt elvisszük. Jó, ezek eladható cuccoknak számítanak, szerintem nem azon fogjuk megváltani. Meg azonban is slotokat foglalnak. Lőszert nem viszünk, fegyvert innen szerintem semmit nem viszünk. Modok közül semmit nem viszünk. A fémek közül semmit nem fogunk vinni. Viszont ezt elviszem amúgy is egy slotra rakja, aztán akkor mindenképp fát kellene ültetni. Mert rengeteg fa kell, rengeteg kő kell, minden rengeteg kell egyébként. Oké, babáim, indulási lesz mindjárt, viszünk kaját. Mézre lehet-e szükségem? Vigyünk mézet. Megnézzük mindent, hogy mit tudunk vinni, ami érdemes. Innen szerintem kézkajákat kellene vinni egyébként, az lenne a jó. Itt van 7 vizünk. Vizet viszünk. Itt ezt ki is kapcsolom, mert most egyelőre nem kell. Főzőedényt nem fogok vinni magammal, mert arra sincs olyan szükségem. Kötszerek közül van-e olyan, amire nekünk nagyon szükségünk lenne? Nagyon nem, ugye? Mária, ez. Így, és akkor egyet vissza. Mert ugye mindenképp slotot foglal, akkor már vigyünk belőle a maximumot. Nézzem, hogy esetleg mi van még, amit kéne vinni. Ilyen húsit az viszünk. Meg vigyünk még vizet. Miattunk vizet? Kaját tudok venni esetleg tudod hol? Igen, jó, úgy lesz, úgy lesz. Jó. Szerintem ez így egész baba. El is kéne indulnunk. Figyeljetek, lehet sivatagban nagyon meg fogok szomjazni. Vigyünk vizet. Meg hát igazából vihetnek olyan dolgokat, amit így... Nem tudom, hogy mit vigyek, gyerekek. Komolyan mondom. És nagyon meg vagyok lőve, mert annyira rá vagyok függve, hogy csak építkezni szeretnék. Jó, mindegy. De most fölöslegesen ezeket, figyelj, ezeket nem is tudom fölvenni most, mi? Ha nem, mert izé van. De ezeket is felesleges még egyelőre elcipelnem. Akkor inkább vigyük el az izéket, az eladható dolgokat, mert ezek akkor tök nem kellenek, és akkor ezeket el fogjuk adni, jó? Így. Cement, ez például nagyon nem kellene. Mert igazából nem tudok még betont csinálni, úgyhogy fölösleges. Oké. Okay. Jó, indulási van, gyerekek, minél hamarabb menjünk. Nem baj, nem vagyunk túl terhelve. Húzunk a picsába, gyerekek. Rengeteg dolgot fogunk csinálni, azt leszögezem, itt mindig meg vagyok keveredve. Igen, nem erre kell jönni, bazzik. Mindig keveredek. Szembe, ugye? Egy Skybase szeretnék csinálni. Mindig akartam egy Skybase-t. Legelső sorozat, amivel csináltuk, tudjátok. Akkor csináltuk, elkezdtem egy Skybase-t csinálni, az szétomlott, összeomlott, nem volt jó, nem működött. Most megpróbálkozok egyen, úgy döntöttem. Igen. Nagyon. Bocs, gondolkodok mindenen is egyébként. Az úton kéne mennem, szerintem, így eddig, és akkor így valahogy így. És az úton, jó? És hogy kiérünk az erdős részre, akkor nekiállunk fárvágni, mert rengeteg kell. Többen írtatok többféle dolgot, viszont utána is olvastam, azt mondják, hogy ilyen 30 blokk, tól már nem érzékel semmilyen zombi. Tehát, hogy te 30 blokktól mondjuk a föld felett lennék, akkor konkrétan nem vennének észre. Ami azért elég hálás lenne. Olyan, hogy ezt elkapcsolom azt a lámpát minekig.
Az ugye elég hálás lenne, mert akkor konkrétan nem zaklatnának. Hiába mászkálnak alattam, nem fogják elkezdeni ütni a Skybase-nek az alapját, hanem konkrétan csak elsétálnak, értitek? Max, csinálunk egy ilyen kis kerítést, ott egy vízforracskos disznó. Nem akarok most nagyon belekeveredni semmi balhéba, hanem inkább mennék. Igen, lehet, hogy csinálunk kerítést köré, vagy bármi, csak az a lényeg, hogy 30 blokk magasra kell fölépítkeznünk. Az elég sok, ahhoz elég sok alapanyag kell, és viszont meg kellene oldanunk valahogy úgy az egészet, hogy föl tudjanak jönni a zombik, hogyha horda van. Tehát ne kezdjék el ütni, hanem találjanak följáratot. Ezzel van egy nagyon nagy probléma. Szerintem a kutya zombi az nem fog tudni mászni. Van olyan zombi, ami nem fog tudni mászni, ugye? Ezt ki kellene egyébként próbálni, hogy az ilyen kutya meg ilyenek azok tudnak-e létrán mászni. Úgyhogy a sivatagos részen mindenképp ki kell próbálnunk. Ha tudnak létrát mászni a különböző bármilyen zombi, akkor nincs gond, mert akkor egy létrát felhúzol. És azon följönnek. És ugyanúgy tudsz csinálni fönt egy hasonló hordaváróba, gondolkozok, mind itt lenn. Konkrétan meg tudod csinálni fönt a levegőbe. Viszont, ha nem tud fölmászni, akkor baj van. Mert akkor lépcsőztetni kell őket. Úgyhogy ez egy ilyen tesztnek kell lennie mindenképpen, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani. Mert ha nem tudjuk megvalósítani, a nagy szopás van. Tényleg, srácok. Úgyhogy ezt így kell ezt így kiokumulálni. Hát körülbelül 4 órára odaérünk. Figyeljetek, ott mi a fasz volt az? Nagy szarvas. El kell adni a dolgokat. Mi a truck shop? Tök jó. Ugye arra kéne tovább menni, csak nem tudom merre, hogy van-e valahol út. Szóval nincsen annyi. Ja, nem is az úton megyek, jó. Aha. Kell szereznünk majd egy kutyát ott, és ki kell próbálni, hogy létrára fel tud-e venni. Mert igazából azon gondolkozok, hogy más mob valószínűleg, hogy már tud létrázni. Csak a kutyával lehetnek problémák. Valami nyerít. Jó, biciklivel elég gyorsak vagyunk, úgyhogy no probléma. Várj, állj. Állj, mondom állj. És egyébként itt kéne vágnom néhány fát. Úgyhogy lehet, hogy leparkírozom. Ja, kell, sok fa kell. De a sok fa az azt jelenti, hogy rengeteg fa kell, nem tudom. Hát figyeljetek, 30 blokk magasra kell építkeznünk. Akkor 30 blokk magasra kell, úristen. Akkor ugye legalább kellene a torony alapja, hogy legyen mondjuk egy 5x5-ös. És akkor ugye, ha 5x5-ös, akkor egy 3x3-as a belseje. És akkor nem tudom, a csiga lépcsőt tudok-e csinálni, úgy majd ezt ki kell próbálnunk, úgyhogy ez nem lesz egyszerű. De az a lényeg, hogy a 5x5-ös maga csak a külső borítása, akkor az ugye 5, meg még egyszer 5, az 10. 10, meg még közte ugye 3-3, az 16 szor 30 blokk. Mi kell mindenképpen. Plusz még a lépcsőnek is, úgyhogy ez egy elég érdekes, elég nehéz feladat lesz. Rengeteg blokkot kell csinálni. Jó, menjünk gyerekek. Érjünk ura 4 órára. Szeretném ebben a részben egyébként elég jó haladni. 25. nap van, meg kell csinálni ezt a zombivárostól, mindenestől. Meg kéne csinálnunk nekünk gyerekek ezt a 28. napra. Hatodik haszakad. Egyébként elég közel van az erdő, abban azért szerencsénk van, van itt egyébként fa bőven. Úgyhogy egész jól fogunk állni. Elég közel van az erdő, az anyád úristen. Úgyhogy el tudunk ide jönni, meg ugye rengeteg fát le fogok ültetni. És akkor utána már fa ellátási problémáik nem lesznek. És egyébként, hogy ezt a Skybase-t próbálom így erőltetni, egy kicsit veszélyes. Mivel ugye le tudunk zuhanni, és megdöglünk a francba. Hát erre nagyon kell figyelni. A másik dolog, hogy mivel Skybase-t akarok csinálni, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy lesznek felső utak a városba, tetőről tetőre, ide-oda, tudjátok, ilyen tök jó kis frankó megoldásokban gondolkozok. Nem jött be ez a piramis, megmondom őszintén, nekem ez így valahogy nem. Ez így, megmondom őszintén, tényleg elcsesztem. Tényleg, ez, ennyit tudok mondani az ügyérre képébe, elrontottam.
Nem úgy sikerült, mint ahogy én szerettem volna, nézzük meg. 400 méterre van az erdő a trédertől, úgyhogy nagyon jó, és én a tréder környékén szeretnék letáborozni, arra jutottam. És mindenképpen building blockból fogunk építkezni, már csak azért is, hogy ugye tudunk. Miért megyünk ilyen rohadt lassan, amikor sprintelek egyébként? Ez nem tudom, ez a biciklit már kezdem unni. Jó, mindjárt figyelj, 3 óra van, tökéletes, elkezdjük építeni. Ugye tök jó, mert nem kell nagy alap hozzá. Nem kell... Jaj, bazd meg! Elnézést, nem kell nagyon ásnunk. Úgyhogy ez tök jó lesz. Valahol itt a trader környékén kell... Na bazd meg, ez... Ez jó. Ez talán lekopik. Valahogy a trader környékén kellene, csak arra kellene figyelnünk, hogy ugye ne túl közel a traderhöz, mert akkor az lesz a probléma azzal, hogy tudod, hogy mi lesz a probléma azzal, az, hogy nem fogok tudni építkezni ott, mert ugye blokkol engem. Ez mi volt ez? Na. Jó, sík terep mindenképp, ez tök jó. Az mi a fasz az? Az mi a szar? Ez egy puma? Mi a tököm, ilyet még nem is láttam, hallod? Tényleg neki merjek menni? Ez nem jó, hogy van az a puma, de mi az ilyen sárga szőre, hallod? Nem van beveringem itt ez a csákó, meg kéne lopakodtatni. Mert akkor kap... Ja, ezzel nem kapok izé bónuszt. Jó, nem volt olyan kemény, mint ahogy hittem. De jó, összefostam magam, amikor egy ütéstől nem. Mi van? És meg lőttem egyet, én hülye. Lopakodva vagyok. Imádkozva, hogy talán nem vettek észre. Ott is egy puma, mi van, bazd meg, miért vannak ilyen pumák itt? Hát a szemük álljon meg, mi van itt? Nem vagyok videó. Majdnem mit sem bevertek. Majd be is vernek mindjárt. 1200-as izői HP-s zombi volt, hallod? Vagy izős XP-s. Jó, hogy elraktam a mézet, mondjátok, hogy elraktam a mézet. Na, hú, ez nagy mázli, hallod? De majd meg is murdeltünk, hát ez a... Pum, ez... Jaj, nehogy leszkrepeld! ez a... Puma, ez majdnem bevert minket, mint baka porrat, nem? Ez kemény volt, mi volt ez, öcsém? Vaj, hol volt? Nem is tudom, hol volt. Jó, mindegy, hagyjuk. Nem számít, nem. Jaj, nem haltunk meg. Örül a keeper, nem haltunk meg. Na gyerekek, akkor. Következő a szituáció. Szerintem alapot nem kell építeni, hát magában nem fog összeröskedni a föld, abban biztos vagyok. Valami kis teret kéne kialakítani a skybase-ünknek, ami nem kell olyan túl nagy legyen. Itt egész más megoldást akarok alkalmazni. Mint amit eddig szoktuk. Várjátok, úgy kéne, hogy az ajtót egyből be tudjak rohadni. Ez tök vizé lenne, poén lenne, nem? Hogy így. És akkor itt lenne, és egyből, hogy az ajtóval szembe lenne az enyém. Hát ez nagyon jó, már ki is találtuk. Na nézzük egy izét, mindenképp kellene blokkok, mindenképp kellene ebből is szerintem craftolni egy csomót. Hát tudunk belőle csinálni, akkor legyen belőle mondjuk egy 1000 darab azért. Az nem árt. Oké, okay. És akkor legyen egy default ilyen, és akkor kb. Ezzel szembe legyen a bejáratunk. Már megint kezdődik a szimetria mánia, nem ígérem, nem fog sokáig tartani ez, mármint maga ezt, hogy én itt kitalálom. De elég messze kell, hogy legyen, nehogy véletlenül nyekeregjen, hogy nem tudok oda építkezni, és ki tudja, milyen, mennyire akarok nagy területre építkezni. Na, akkor itt lesz, srácok, jó? Itt fog lenni a Skybase.
itt lesz, itt lesz. Meg tudok ugrani konkrétan, bazza az izébe a traderhez, ha akarok, itt fölülről, az nagyon low lenne. Tényleg itt kellene csinálni egy ilyen izét, egy rampát, amin egy le tudok kimenni, és egyből a traderhez tudok menni. Jó, most egyelőre nem megyünk be a traderhez, bőven van időnk. Kicsit kialakítunk itt egy körbe egy ilyen területet. De itt most nem azt akarom megvalósítani, hogy így nagyon szétcsapom a területet, hanem az legyen, hogy adjuk meg az ökológiai egyensúlyra figyeljük, hogy az ökológiai lábnyomunk ne legyen nagyon nagy. Úgyhogy ez így fog működni. Ne üssük szét még a földet sem, mert nagyon, nagyon maradandó legyen itt minden. Oké, okay, akkor... ezt nem nagyon tudom, hogy fog ezt megvalósulni. Az a lényeg, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen, ott. Úgy, egy ekkorába gondolkoznék, ekkora lapterületen. Ugye régen is csináltam ilyet, az volt a baj, szerintem egy nagyon kicsi helyen támaszkodott. Na, egy ekkora lapterület kéne. Viszont, rá kéne jönnünk, hogy tudjuk mi megoldani azt, hogy a... Hány fajta blokk kellene ahhoz, hogy lépcsőt csináljunk. Nem félek tőle, hogy a kutya nem fog fölmenni, most biztos vagyok benne, nem találok egy bűnös kutyát se. Hogy a kutya... Mondta egy puma. Ó, a pumával ki tudjuk próbálni, úgyhogy akkor nagyon gyorsan. Kellene csinálnunk létrát, és kipróbáljuk, hogy a létrára föl tud-e menni a puma vagy valami. Mert ez érdekes, tudom. Jó hülyének néztek mi. Jaj, is van menve, jó. Akkor csinálunk egy ilyet, és akkor megpróbálom, ide csalom, és fölfutok, ezt meglássuk, hogy a pumacska föl fog-e tudni jönni ide hozzám. Na, nézzük rá, lőjünk rá egyet, lábbal lövöm, vagy valami. És ott van egy vaddisznó is, hogy mi a pöcsön? Mi ez a sok? Ugye az egy farkas, ja. Na, gyere, erre kíváncsi vagyok. Hogyha föl tudna jönni, az barom jó lenne. Itt vagyok, haver, látod? Haver. Legyszi, indulj meg, vagy valamit csinálj magaddal. Kíváncsi vagyok, föl tudsz jönni a létrán. Jó, nézzük a pumát. Legalább jön a kaja. Nem. És ez baj. Mert akkor nem tudod, mi ez? Az a szétütöttem együttéssel. Mert hogyha... akkor nem jó a létre. Úgyhogy... Ez már szerelem is vissza. Ki kell találnunk, hogy van ez a... ki kell pakolnom innen, amik nem kellenek. Egyelőre. Hát ezt se kell talán. Okay. Külön kellene húzkodnom blokkokat, hogy legyen ilyenem is, olyanom is, amolyanom is, ugye? Ez valahogy így. És akkor ide kellene raknom blokkot, ide. Megnézzük ezt a lépcső projektet. Hú, bazze! Bocsánat egyébként, hogy tényleg ilyen tökörészés van, de muszáj ezzel valamit kezdenem. Külön lépcsők, ugye? Akkor nézzük a külön lépcsőket. Ja, olyan kellene, hogy konkrétan egy ilyen csiga lépcsőt ki tudjak alakítani. Ezek az összes lépcső? Ilyen lépcsőforduló? Ó, van ilyen! Na bazze, hallod? Aha. Mondjuk ez egy darab oszlop körül is elég lenne. De ez nem biztos, nem vagyok benne biztos. Olyan fur, ez nem elég fura. Nekem ilyen klasszik lépcső nincsen, amit így el tudnék forgatni. Mindjárt rájövök, hogy mi van itten, hogy van itten. Ez az egyfajta van. De nem is kell több fajta, bazza. Hát hülye vagyok én? Hát mert... ez az egyfajta, az elég is. Hát mert ugye... ez úgy működik, hogy akkor raksz ide ilyet, raksz ide ilyet. Ugye, és a forduló után... ja nem, ez nem jó így.
Nem, ez így kell lennie, hogy itt elfordítod, így a középsőre kell végigpakolni, nem egy nagy kunst. És a sarkokra meg ugye normál blokkot kell, vagy lapot. A normál blokk az nem jó, mert akkor nem tudsz fölmenni rajta, mert bevered a fejed, de hogyha így mész, és ide lapot raksz, mindjárt csinálunk egy lapot, de még van valami plate is. Nem tudom, az lehet, hogy úgy hívják, hogy plate, nem? Azaz, ez az erre gondolt a keeper. És akkor ugye ezt, hogyha ezt átforgatnád, így, akkor lehet, hogy nem vered be a fejedet. Mindjárt kitaláljuk ám. Skybase készítés indulási van, gyerekek, úgyhogy így készüljünk. Akkor, igen, kell egy teljes kört csinálnom, hogy meglássam, hogy mi van itt. De jó, mert igazából ezeket fogod ismételgetni, szóval nagyon sok blokkra nincs is szükségem. Most hirtelen azt hittem, hogy itt millió blokkkal kell majd küzdelem, de hát nagyon nem. Mert ugye ez így fog működni. Mindjárt, hogy kellene valami. De jó, hogy föl tudok menni, figyeld. És ugye akkor a zombik is föl tudnak jönni. Úgyhogy ezzel így kell megoldani. És így tudom is fölfele építeni, amin gyorsan akarom. Ez rohadt jó. Ez rohadt jó. Ez jó. Ez jó lesz. Ez érzem, hogy jó lesz. Ugye ide mindig plate kell. Ide meg mindig ide kell a lépcső. Ugye ide lépcső, lehet is oda rakni. Sőt, hogy föl is tudod szórni előle a lépcsőket. Ide kell egy plate. És kész. És akkor megvan oldva, figyeld. És rengeteg, hallod, ez nem is, ez nagyon durván sok helyedről. Sőt, nem is biztos, hogy plate-et raknék ide. Hanem lehet, hogy valami mást. Egy fél, izé kellene, egy fél, egy ilyen szög. Várjál, mindjárt rájövök, még egy harmadikat megpróbálunk. Fú, bazz, az mi a pöcsömnek hívhatják azt a izét, azt a rampot. Nem ramp, minek nevezik? Most azt, amire megtalálom, bocs, itt lesz, itt lesz. Itt lesz, ez, bazd meg. Érzem, hogy ez az. És ezt egyféleképpen... Nem is kell ilyen. De várjál, ezt be tudod úgy forgatni. Mindjárt megpróbálom. Aztán lehet, hogy egyszerűsítünk. Már így lehet, de hát ennek így mi értelme lenne? Jó, hát ez igazából nem rossz, csak az a baj, hogy mindig forgathatom mind az őrület. A plétet, vagy pedig az olyat, akkor meg nem kell forgatni. Csak ez nagyon nem tetszik nekem, hogy ilyen. Nincs valami olyan blokk? Biztos van valami, amelyik tök illeszkedne oda, gyerekek. Nézzük meg a blokkokat gyorsan. Ki kell talán, egyszer kell kitalálni, azt utána már húz, fölfele, érted, ismétlődik. Szóval no probléma. Figyeljetek, ilyen fél blokkok is jobbak lennének, mint a plétek, nem? Ez például egy ilyen fél kub. Ami... Oda né... Na, ez így babjább, nem? Ez így mégis babább. Mondjuk az teljesen mindegy végül is. Meg ugye ide is fél blokk. Meg akkor... Ide is fél blokk. Meg ide is. Mindjárt megnézzük, hogy hogy tudunk fölmenni. Nem akad el fejünk, ilyesmi. Á, hogyan akad, hallod, nagyon nagy hely van. Oké, okay, és így 30 magasra meg kell ezt csinálnunk. Jó, ezt a körülötte lévő szart, ezt kiszerelem. Meg kell javítanom. És akkor ugye nem is fogunk ezzel foglalkozni. Mindjárt neki fogok állni. Jó, én visszaszedem, bocs, gyerekek. Jaj, ne szedd az vissza, amelyikre támaszkodik. De ja, az nem jó, mert az nem támaszkodik soha, csak oda, de fog bajt, mivel, majd meg fogjátok látni miért. Állj, mindig azt szedem le, mert ugye az oldal falhoz is fog támaszkodni. Oké, gyerekek, ez meg olyan innen. És akkor igazából nekünk, amire szükségünk van, azokat így fél, egymás mellé kéne rakni, ezt akkor nem kéne annyit szopni, nem? Ugye? Mindjárt meg van oldva. Jó, akkor viszont kellene upgrade-elnünk is ám, mert különben ez nem lesz egy nagyon baráti dolog, hogyha nem upgrade-elünk. Úgyhogy minimum, cobblestone mennyit tudok csinálni? 5000-et, jó, szerintem akkor nyerők vagyunk. Jó gyerekek, oké, akkor kapásból cobblestone-ra fogunk upgrade-elni.
Meg kéne csinálni először a körbe-körbe folyamatosan a lépcsőt. Úgyhogy ez így fog zajlani. Akkor mondjuk induljunk innen, ugye? Hát lehet, hogy inkább megcsinálom az egészet, azt utána upgrade-elem, nem? Hiszen hozzáférünk minden egyes blokkhoz, úgyhogy ez tök jó. Oké, és akkor utána mindig, sőt, ezt úgy kellene csinálnom, hogy így. 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 Elvileg ezen a zombik föl fognak tudni futni, bízunk benne, de ez meg most... Ez miért nem oda? Igen, mert ide van, át van fordítva, hogy rohagy meg, remélem, hogy ez... Aha, ez így? Nem is így volt az előbb szerintem. Ja, de így volt, oké. Okay. És ugye 30 blokk magasság. Arról beszéltünk, 30 blokk magasság kellene. De az előbb nem is innen indult ez. Jó, aztán teljesen mindegy, honnan indul. Jó, 30 blokk magasra kellene csinálni. Tök jó, mert simán elférsz, nem fogod beverni a fejed. Hát ezt így akkor most venni kell tovább, úgyhogy ez nem lesz annyira egyszerű. De azért próbálkozunk. Mindig annyi, hogy ezt ide. Ugye ide kellene nekünk egy lépcső. Át is tudunk menni. És ide kellene egy ilyen. Elvileg nem fog összeomlani, szerintem. Ugye jól sejti a képőr. Ne leessünk. Igazából csak egy szinten lejjebb esel. Ó, hát ez semmi gond ezzel nem sem. Mert igazából egy szinten lejjebb esel. Most láttam, én itt aggódok. De hát nincs ebbe semmi problém. Úgyhogy nem olyan rohadt, hogy ott esünk. Jó, hát ez jó lesz, gyerekek. Én már most érzem, hogy ez epic jó lesz. Ó, te figyelj, hallod, ez nagyon magas lesz. Így nagyon magasat csinálunk, egy igaz ízét, egy skybase-t, gyerekek. Ez tök jó. Ez már most látom, hogy ebből lesz valami csoda. Hát ezt kell ismételgetni, úgyhogy ez nem is olyan bonyolult, tehát nagyon féltem, hogy ezt itt most összehozni, hogy úristen, csiga lépcső, meg a tököm tudja. Mondom, az biztos bonyi lesz, de hát aztán egyáltalán nem bonyi. Sőt, milyen gyorsan haladunk. Tök jó, gyerekek, nagyon boldog vagyok, meg tényleg nem esel nagyot, mert csak egy szinten esel vissza. Ó, hát ez nagyon perfekt lesz. És ugye az a jó, ugye mindig ezeknél a bázisoknál, és azért nem jó a piramisunk, mert ugye 30 blokk távolságra érzékelnek a zombik, és hogyha ott járkál valami a piramis körül, és 30 blokk távolságba kerül, akkor konkrétan az történik ugye, hogy elkezd jönni feléd, megpróbál bejutni, üti a falat, csinál minden szart. De, hogyha ugye mondjuk csinálunk egy olyan skybase-t, ami rohadt magas, az, akkor ugye nem fog az megtörténni. Hogy észrevesznek, tehát tevékenykedhetsz te. Csinálhatod a dolgodat, bármit csinálhatsz. És ugye ez inverze annak, mint hogyha te azt csinálnád, hogy básod meg. Mert ugye ugyanez az végeredmény, hogyha te 30 blokk mélyre básod magad, akkor nem fog érzékelni a zombi, ugyanúgy, mert 30 méterre vagy tőle. De ugye nem azt csináljuk, hogy lefele ásunk 30 métert, hanem fölfele fogunk 30 méterre eltávolodni a zombiktól. És ez így tök jó lesz. Na várjál ezt ide. Jó. Annyi baj van egyébként, hogy az egyhez... Hát reméljük, lehet itt probléma. Lehet probléma, úgyhogy egy második védvonalat ki fogunk próbálni. Vagy meg fogunk próbálni csinálni. Mert ugye az egy probléma itt létrejöhet. Srácok, hogy ha itt valamit szétütnek és nem tudnak följönni, akkor szétverik a tornyot. Úgyhogy ezzel lehet gond. Ha ez megtörténik, akkor leomlik az egész torony. Akkor vége mindennek. Úgyhogy kell egy valamilyen menekülőút, nem tudom, akár lehet egy létra is, valahol, oldalt, tudod. Amin le tudsz menni, és akkor esetleg van egy csapóajtó, le tudsz menni föld alá, vagy valami, hogy éljük túl a hordát. Hogy nehogy leomlasszuk a izét. Ugye ez egy veszélyes dolog. A legegyszerűbb lenne bástán magam a föld alá, és 800 méter betonnal körbevenném magam még, meg ráadásul. Ott ugye könnyen meg tudod csinálni azt, hogy csinálsz így ilyen hasonló
hordavárot, mint amit mi, mert azért ott nem kell attól félned, hogyha valamit elkezdenek bontani, hogy az szétomlik, mert hát konkrétan te, hogy mondjam, és ki utána megcsináljuk a falát mennek. Csak először így akartam, mert így akkor átláthatóbb. Mert tudom, hogy lehet, hogy elég kaotikusnak tűnik ez így. Mindjárt lemegyünk, de látjátok, hogy így tök jó építkezni. Fölfele, okosba. Ja, igen, ez egy... Észrevettem, én is, hogy ez teljesen más fajta... gameplay stílus. Minden második rész, mert egyszer csináljuk azt, hogy ilyen bolond módjára elkezdünk questelni, a másik részben meg elkezdjük azt csinálni, hogy tök precízen megpróbálunk kihozni egy olyan épületet, megcsinálni, amelyik tök frankó, és ez emiatt teljesen más az egész résznek a vibe-ja, nem? Egyik az egy ilyen hülye, a másik... Nem tudom, milyen magasan vagyunk, baze! És nem is kell egyébként olyan túl sok blokk hozzá, most így belegondolsz, nem? Ezt jó helyre adtam? Jó. Ó, és itt szerintem simán feljön bármilyen zombi, ki fogjuk próbálni, le fogjuk tesztelni. Meg ilyenkor még ugye még csinálhatom a Skybase, az egy tök jó dolog, mert nem muszáj nekünk itt lenni, mit tudom, horda, akkor csináltunk egy klasszik hordavárót, de mégis a 30 blokk távolságra már nem érzékelnek. Tehát szépen el fognak adottunk sétálni, tudunk tevékenykedni, rohadtul utáltam, hogy egy folyamatos frusztráció volt abba a piramisban, hogy mikor fog az történni, hogy mikor fog az történni, egyébként ez nagyon epik lesz, lehet, hogy jó magasra megcsinálja a képer, nem csak 30 blokk magasra, mert annyira nem nagy gépigénye, nem nagy anyagi igénye van. A gépigénye az lehet, hogy lesz majd, amikor omlik össze, akkor izé lesz. Hasonlót csináltunk a legelső részben, emlékeztek ti arra? Remélem, hogy igen. Egy ilyen izét csináltunk. Egy ilyen base-t, az is egy skybase akart lenni, azt hittem, hogy működni fog, de összeomlott. Úgyhogy imádkozzatok, hogy nehogy összeomoljon ez, mert egyébként én kinézem az én hülye ötleteimet, mindig megpróbál megvalósítani. Ez lehet, hogy izé lesz, elekukú lesz neki. Meg hát ugye nem csak ekkora a alapterületet, hanem valamilyen izét kell, vagy csinálunk ilyen támfalakat oldalra, és meg kell bírni ennek az egésznek azt. Ajaj, hát nem tudom, hogy fog ez megvalósulni. Lehet, hogy a felső részt az elég lenne valami fából megoldanom, bár annak meg lehet, hogy ugye nem elég a fesztáv, amit ugye fog bírni, úgyhogy itt egy csomó mindent. Én nem fogom egyébként devmodba próbálgatni, valaki írta, ne, a tank írta, hogy próbáljuk ki devmodba ezt meg azt. Én nem. Eznek legyen súlya ennek, hogy mit építek. Mármint úgy értem, nem úgy súlya, hogy milyen nehéz, hanem úgy, hogy ha elcseszem, akkor cseszem el. Akkor ne az legyen, hogy kipróbáltam devmodba azt. Ó, jaj, de jó. Működik meg minden, szenvedjünk, hallod? Csináljuk, megpróbáljuk. Mit tudom én, tényleg legyen úgy, mint egy igazi túlélők, hogy szenvedni kell, basszus. Valóságban se tudnánk devmodba megpróbálni. Pár tudom, igen, arra gondolsz, hogy azért távol áll a valóságtól ez az egész. De azért érted, hogy mire gondolok, hogy tényleg legyen valami tétje, legyen tétje itt a dolgoknak. Nem tudom egyébként milyen magasan vagyok már, de elég jó belátom a dolgokat. Marha jó. Jaj, ez egyébként nekem most ez megint egy akkora lökés, hogy ezt így csinálom, hogy ezt el nem tudod képzelni már, mint elnézőnek mondom, hogy tényleg. Ez nekem mindig egy ilyen, mint egy ilyen dopping, hogy na most akkor nekiállunk a következő olyan projektnek, hogy ami eléggé ilyen extrém, megvalósíthatatlannak tűnő hülyeség, lehet, hogy nem is lehet megvalósítani, lehet, hogy tényleg nem csak megvalósíthatatlannak tűnik, hanem lehet, hogy megvalósíthatatlan is. Igen, mindenképpen jó magasra menjünk. Meg ugye nagy probléma, ugye, hogy sikító zombi az szereti a tüzet. Tehát ne az legyen, ugye hozzánk nem fog tudni beszpawnolni, de hogyha halánk spawnol, akkor se az legyen, hogy itt megpróbál majd valahogy eljutni, hanem tényleg legyen rohadt messze, hanem leszpawnol egy sikító zombi, akkor ne gondolja azt, hogy ő bárhova is akar jönni. De egyébként, hogyha föl tudnak jönni, és szerintem fel tudnak jönni a... Én kitaláltam egyébként még valamit már itt kapásból, hogy volt egy fajta blokk, tudjátok, az, amiből csináltuk ezelőtti részbe, az ajtaját az üvegháznak,
Ha olyanból építkeznénk, akkor lehet, hogy még érdekesebb lenne, mert akkor ilyen hatszög alakú lenne az egész torony. Tudod, tudod, hogy gondolom, szerintem tudod. Ez már milyen magas, bazza? Milyen magasra kéne építkezni? Azt a betyárt nagyon durva, hogy ilyen nagy látótávolságban, ezt ki lehet élvezni, nem? Hát ez az a baj, nem bírok leállni már, mint ilyen. Hát így nem instant meghalunk, hogyha lezuhanunk majd, azt tuti, tudom. És mit fogtok röhögni, majd biztos, hogy le fogunk zuhanni, de hát nem tudok leállni, mert ez a, ennek a Skybase-nek tényleg az a feelingje, hogy úristen, hogy így belátsz mindent. Van egy ilyen, nem csak az, hogy be vagy zárva egy, mint az a piramisba, érted, hogy be voltunk zárva, és akkor az volt egész végig, hogy nem láttunk semmit, mint egy ilyen lyuk. Ha! Hallod? Átmentem, nem izé vagyok keeper a vakont, hanem keeper a sas. Aki jó nagyot fog borra esni, mi? Keeper a sas megérkezett, gyerekek. Nincs itt tapelláta. Meg te tök jó, hogy egyébként rá tudsz látni ugye a blokkok éleire, szóval tudod így is építeni, hogy az nem tudom milyen magasra építkezik, de ez nagyon élem. Hát itt, ez, várj, nem tudom, meg kéne számolni, hogyha szány blokk. Egyáltalán. Várj, egyelőre csináljunk annyit, hogy még ezt megcsinálom, és nem tudom, hogy hol fog fölérni ez, meg hogy, nem tudom, hogy lesz ez még. Főső részt azt még abszolút nem találtam ki, meg nem tudom, hogy kellene itt megvalósítani. Na jó, oké, álljunk le, ez lesz az utolsó, ezt megszámoljuk, hogy nagyjából hány blog, vagy nem tudom. Nem lesz olyan bonyolult megszámolni, mert lemegyünk. Fú, bassza. Nincsen fal még, ugye majd lesz fal, akkor egy kicsit barátibb lesz az egész. Azt a betyár, úristeneteket. Hát ezt jó kitaláltuk mi. Ajaj. Úristen. Úristen. Megnézzük, hogy mennyi, hány blokk egy szint. Mármint egy lépcsőforduló, és megnézzük, hány lépcsőforduló van, és kész is. Passa, ez nagyon magas! Én azt hittem, hogy nincs az ilyen magas, hülye vagy. Ne! Ez nagyon magas! Hát mennyit építkeztünk? Hány óra van? 9 óra van, azt mit felhúztunk ide? Jézus a izé, spirál furóba az, amit csinált ide. Na mi van már, bazza? Itt azért egy szédülés azért beugrik, nem? Imore! Hát azért ez, most nem akarok csúnyán beszélni, de ez több mint szép. Várja, egy kanyar, az ugye egy, kettő. Várja. Egy kanyar, az egy lépcső, innen egy, kettő, három, négy. Az ugyanazban a színben van? Nem. Akkor öt. Akkor 5. Akkor 10. 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55. De ez úgy, ez elég jó. Meddig, mennyire látsz? Mi, hogy néz ki ez messziről? Kiföl bírja az ilyet építkezés, na vicc. Azt a mecskos rohadt élet. Azért én megbolondultam egy kicsit, nem? Gyerekek. Hát ez epikus, bassz meg. Az ott mi van? Ott hiányzik egy blokk. Ilyenkor nem tölti be őket? Ja nem, csak ott van mindig, ó. És ez a szimmetria gyönyörűséges csodája. Hogy az ilyen, hát azért egy-két blokkot meg lehet, hogy felhúzunk, nem? Nem sok folyt, nem sok kell. Az itt fölmenni, hallod úgy, hogy ne es le, de hallod? Jó, majd jó lesz, mert ugye, lesz fal, akkor azért nem fosod össze magad, hogy leesel. Meg ugye ki kell fáklyázni minden fordulóba, fáklya, szépen világítsa, jöjjön egy kazalizai, mi? De nem muszáj ezt kivilágítani. Figyeljetek, lehetne úgy, hogy ablakok a végig, ugye. Van olyan blokk, ami van lik. Ott az meg megint epik lenne, aztán izé ki lenne világítva, aztán így világítanának, tudod. Ilyen lépcsőfordulóknál ilyen likak lennének, vagy valami. Vagy minden szinten. Itt ez korlátlan jó lehet ez az utca. Főleg, hogyha összeomlik. De nézzétek már milyen magas. Hát mikor érünk már a tetejére, tesó? Mi a fasz? Postok mi? Tériszony azért, hallod, most komolyan mondom még ebben a játékban, és azért jövök föl, azt ilyen tériszony feelingem van. Jó, még egy nem tudom, még egy kettő azért kell, nem bírom ki, nem tudsz leállni itt, hallod? Elvileg blokk, szerintem így, tehát vertikálisan, nem horizontálisan, bármennyi blokkot egymásra pakolsz, nem borul ez össze, akár még izéből van, látjátok, mi ez.
gipszkartonból, vagy nem gipszkarton, USB labból. Aztán mégse borul össze, szóval ez így bírja. Szerintem így végtelen magasra tudsz építkezni. Csak ugye oldal irányba lesz a problém. Úgyhogy ezt meg kell erősíteni, ezt az oszloprendszert nagyon vastagon. És akkor lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy oldal irányba ki kellene nyújtanom ilyen karokat. És ugye tudjuk is tesztelni, hogy mennyit meddig fog kiírni, mennyit bír. És akkor ugye, hogyha ezek a karokat úgy kinyújtom, akkor... jó, aztán elég legyen, mami. Hülye gyerek, bassza, mit csinálsz itt? Hát itt tudja, hogy nem fognak érzékelni azon, mert nem is látnak, érted el eddig. Mert nem is lát, nem is, én se látom őket, mert nem töltődnek be, ugye? Akkor, akkor a distanszuk, szép magyar szó volt, még szebb magyar vagy angolos kiejtéssel kipörtől. A távolság az ugye olyan nagy tőlük, hogy konkrétan be se töltődnek. Szerintem így úgy látom. Viszont olyan brutál, hogy így tök bele az dolgokat. Még egy-két kanyar, jó? Aztán meg is vagyunk, aztán... Azért szerintem itt az érzitek, hogy azért megfogtuk az Isten lábát ezzel. Ha csak nem... Figyeljetek, ha nem borul ez össze, akkor ez egy epik jó lesz. És tényleg ez volt a legnagyobb probléma, hogy... Nem tudom, valami ramp. Egyébként rampát is lehet, nem is kell volna lépcsőt. Most jut eszembe, hogy voltak ilyen tök szép rampák. Most már egy kicsit bánom, hogy nem abból raktam. Hát minek kellett nekem ez a lépcső? Ez egy hülyeség. Kár. Na mindegy. Most így legszívem szerint visszaszedném, aztán berampáznám, mert igazából az lehet, hogy még jobb lenne, még jobban be... Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Azt hittem, hogy lerakta, bazze. Azért most szívrom megvolt. Kis mini szívrom, de ez tényleg ilyen mini szívrom, az megvolt most nagyon. Ó, de pöcsön. És valahogy úgy kéne, azon gondolkoztam, hogy valami... onnan jövünk be, akkor arra is menjünk ki. Tehát akkor ezt úgy kéne megoldani, hogy a forduló utolsója az arra nézzen arra. Tehát nyugatra. Tehát keleten jövünk be, nyugaton megyünk ki. Ez így kéne megoldani. Jaj, ez mini szívrom, baze! Hát ez mindenképp kell valami kerítést majd köré raknom, mert itt Insta halál lesz a... Nem Insta, nem Instagram, instant. Instant halál lesz. Jó, és akkor ennyi volt, és akkor itt majd fogjuk építeni tovább. És fel kell upgrade-elni Maxira. Hát a Maxira az ugye Cobblestone-ra. Tök jó, mert egyébként bármit elérsz innen. Ja, nem, fölülről nem merem megpróbálni, mert lehet, hogy a tényleg összeroppan egy idő után. Jó, ezt fel upgrade-elem is meg kell csinálni a falakat, és akkor utána megcsinálni a felső részt. Ugye a felső részen már lazán dolgozhatunk, mert konkrétan nem érdekel a zombik, nem vesznek észre, ott igazából kohálhatsz, csinálhatsz akármit, oda ugye nem fog spónolni, olyan messze van, hogy nem is nem fog érzékelni, szóval nem problém. Ja, egyébként az is jó lenne, csak ugye félek, hogy ez az egy, ugye most konkrétan egy sor tartja. Az kevés lenne, az is epik lenne, hogyha ilyen korlát lenne csak körbe. Tudod, az kemény lenne nagyon. Jössz le, érted? Nagy keményen. Te vagy itt a világura. Körülbelül úgy érzed magad. Meg úgy érzem magam, hogy mindig majdnem leesek. De egyébként tényleg nagyon nagy szopás. Ja, hát a följutás egy kicsit nehézkes. Hát ez van. Mi a fasz volt ez? Bazza rendesen megszédültem. Most ez halál komoly. Hülye vagy? Most... Azért nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ez azért epik. Ez ugye tényleg, tényleg annyi blokk. 1, 2, lehet, hogy csak 4, de akkor is ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, szer 4, ugye az 40, 4 szer 4, 56, 60 blokk magas, szóval biztos, hogy nem érzékelnek majd a zombik. Hát de ez azért, ez nem tudom, ez egy ilyen nagyon beteg cucc lesz, cuccli-mucli. Oké, okay, akkor megyünk föl, upgrade-elünk mindent is. Följutunk, addig nem tudom, éneklek nektek vagy valami. Bocs, hogy tényleg ilyen hosszadalmas, de azért mennyivel könnyebben építkezünk most, hogy már nem köt meg minket. Ugye olyan korlátok, hogy... Szarul építkezünk lassan, meg ilyesmi. Hát ez a upgrade-el is lesz a leghosszabb. Utána megcsináljuk ugye a falakat. És akkor konkrétan utána fönt építkezünk, kialakítunk mindent. Akarok csinálni
házat fölülre. Most ez elég hülye hangzik, de akarok egy házat. Mindig akartam egy olyan házat, ami tudok benne lakni. Igen, egy házakba szoktak lakni, tudom, de most meg tudom csinálni, mint a Fel filmbe, tudjátok, csak nem leggömbök tartják, hanem konkrétan egy oszlopok, bazze. Ez nagyon jó, ez jó lesz. Jó, nem lesz olyan hosszadalmas ezt felupgrade-elni. Hát ez akkor lesz jó, amikor már full beton az egész, tudod, azt akkor azért így elég élhető lesz, na. Figyelj, imádkozni kell. Más nem tehetünk, meg tesztelgetni kell folyamatosan, hogy mennyi, hány blokkot tudunk kirakni, hogy omlik össze. Ez ennyi van. Lehet, hogy azt kellene, hogy földön csinálni egy kis verzióját, és akkor elkezdeni building blokkokból építkezni, és akkor ugye, hogyha összetörik, akkor nincs gond, nem az, hogy az egész omlik itt össze, hanem csak az a kicsi. Úgyhogy lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy lehet, hogy csinálok egy makettet, és azzal fogom ezt csinálni, de szerintem ez megint egy tök jó ötlet, hogy csináljunk egy makettet, ugye nem tart sem eddig összedobni, elég egy két blokk magas, három blokk, mert ott is már ugye ugyanazok az erők hatnak így oldal irányba, mint máshogy. Remélem tényleg, nem tudom, én büszke vagyok most magamra, hogy ezt így valósítjuk meg, és visszatérünk ahhoz a hagyományhoz. Én amikor megláttam ezt a helyet, én nagyon sokat gondolkoztam, a legelőször majdnem egy hasonlót csináltam, hogy minden, ez a torony, ez nekem egy kicsit ilyen nosztalgia. És csomót gondolkoztam rajta, és mégis a piramis mellett döntöttem, és nagyon bánom. De ez így még jobb, hogy a sivatagban, mert ugye tényleg a legelső túlélő naplója sorozat, az így működött, hogy egy tornyot építettünk. És tényleg ezt mindig meg akartam jobban valósítani. Ja, hát nem muszáj fönt. Nem, azon gondolkozok, lehet, hogy csinálok egy zombi várót, egy horda várót valahova, hogy nem nagyon merném kockáztatni ezt a tornyot. De egyébként lehet, hogy működne, lehet, hogy föl tudnának jönni rajt. Úgyhogy ezt igazából lehet, hogy ki kéne próbálni, lehet, hogy be kéne kockáztatni. Mert hogy föl tudnak rajta jönni, és fönt tudok tartani egy, és tudok gyakorlatilag tudok csinálni ugyanúgy fönt majd egy ugyanolyan hordavárót, mint ami volt. Semmi extra, gyerekek. Akkor az ugye érdekes, epic lenne, nem? Minél hamarabb betont kell majd szereznünk. Tök jó, mert így írdatlan mennyiségű XP-t lesz megint. Jó, mert itt a piramisnál az is idegesített, hogy nem értem el minden blokkot. Itt meg konkrétan látjátok, hogy meg tudom csinálni azt, hogy full blokkba az egész, mármint hogy fel tudom upgrade-elni, és ez később is akármikor, nincs az, hogy nem érek el blokkot, tök vastag falak felesleg, ide nem kellenek vastag falak, ide nem kell semmi, csak egy feljárat. Szerintem támad valami zombi, bazd meg. Hát majd följön, nem? Hogy leüt minket, az csak. Tudjátok, mi lenne nagyon durva, úristen, mi lenne nagyon durva zombi kellett, hogyha olyan azt az öklelős robotot csinálná, egy sem volt az ember, és lennének mondjuk ajtók, és így kilöködné őket, vagy valami ilyesmi, így lepotyognának. A falling damage-ük mennyi a zombiknak, attól mondjuk nem valószínű, hogy meghalnak, gondolom elég kicsi, ha egyáltalán van is. De azért vicces lenne egy olyan, hogy... Jó, mert van elég cobblestone, szerintem elég is lesz nagyjából, így a főbb dolgokra. A felső részt meg, hogyha nem tudom, kipróbáljuk különböző blokkokkal, makettet csinálunk, ott a helikopter leszálló, figyeld. Egyébként, hogyha lenne gyrokopterem, akkor konkrétan, ja, akkor nem is kellene a lépcsőbe az. De mondjuk az arra nem lehet hagyatkozni, mert véletlen valami baja van, azt már nem tudsz följönni. De viszont, ha lesz gyrokopterem, akkor tök könnyen elérek innen mindent, meg tök belátok, egyből innen tudok indulni. Ugye helikopter, arra gondolok. Hát autóval nem kell följönni, az biztos ide. Hú, ez nagyon felcsigázott, ez nagyon tetszik. Meg az, hogy így nem adtam föl, és ilyen rohadt magas lett, meg egy picit lehet, hogy egy kicsit magasítani kéne. Mert annyira gyorsan jó haladni ezzel, nem, nincs ezzel semmi gond, tök gyors. Hó! Dick, te! A repülő az nem tud nekem repülni! Hallod? Ez majdnem belem egy szintbe repült az a repülő, bár nem belem egy szintbe, de azért pár, mit tudom én, még egy 30 blokk az egy szintbe. Az úgy kemény lenne egy ilyen
9-11-es torony támadás, azt nekünk durrantan a repül. Hallod, ki kell kapcsolnom az airdropot a végén meg. Jó. Tele vagyunk kajával, az is jó ötlet volt. Van nálunk is kaja egyébként. Később tök el tudjuk hordani a cuccainkat. Minden itt lesz, láda, lesz raktár, lesz minden. Meg még ráadásul nem kell egyébként akkora nagy hely. Az is a piramisban idegesített, hogy rohadt nagy volt. De viszont mivel a struktúra megkívánta, nem lehetett kicsi piramis csinálni, semmi értelme nem lett volna. De az egy túlzás volt, ez egy hülyeség volt. Szerintem, hogy igazából minden alapanyagból még van bőven dögivel. Szóval nincsen semmi gond. Szerintem felértük, mert... Na, nem. Hát, hogy még egy, minimum egy, mit tudom én. Ez hány kanyar volt? Mit számoltunk? 14. Mondjuk egy 15 kanyar azért legyen. Még egy kanyar lehet belerakok. Meg igazából messzebb látok. Figyelj, most esik le az airdropot. Ott izé, ott szállingózott. Meg lehet farmot fölülre, ugye tök jó, mert tényleg lehet farmot is például. Lehet több szintes is ez az egész projekt. Azt ki kell próbálni, kell csinálni egy izét. Gyerekek, kell csinálnom egy makettet lenne a földön. Amit majd később elbontok, de mindenképp kell egy makett, hogy ne itt. Meg ugye lezuhanok, bazze, hát elkezdek építkezni, aztán szélén megindul, az omlik össze. Kell egy makett. Kell egy makett, egy olyan makett, hogy hány blokkot tudok kirakni egy ilyen nagy tepsibe. Tehát egy ilyen, minek nevezik azt? Egy nagy lapot. Ami nem omlik össze. Meg hogyha esetleg alátámasztom, akkor az mennyit befolyásol? Jó, mert az éjszakát az simán föntölthetem. Meg hát aztán építkezni fogunk éjjel is. Úgyhogy hosszú rész lesz, kapaszkodjatok! Mi van, még mennyi bazze? Hát megőrülök. Nem is tűnik ilyen magasnak. De tényleg csukott szemmel kell levenni, mert rendesen szédülök, komolyan. Mondjuk lehet, hogy nem lesz ekkora para tényleg, amikor lesz fala. Ilyen rácsból is tök jó lenne. Úristen. Annyi ötletem van. Hány? Ja jó, megjöttünk. Hány, mondom, hány blokk még, bazza. Annyi betont kell bazza csinálni a képernek. Szemmel kifog el. Csapágyasra verjük a betonkeverőt. Na srácok, hát azért még lehet, hogy rádobok egy kanyart minimum. Akkor már 15-ös lenne. Mondjuk egy 20-as az még jobban hangzol, ami. Fú, te hallod, ez... És nem bonyolult megépíteni. Én tényleg attól féltem, hogy itt majd millió évig fogom forgatni ezeket a blokkokat, de igazából tök jó, mert ismétlődik ugye. Ez van három blokk, ami ismétlődik, az csak szó szerint három blokk. Nem több. Megint ilyen megalomániám, nem hagyj ugorni, azt összedöntöm az egészet. Ha most látom már megint, még egy blokkot, még egy sort, még egy blokkot, még egy sort. Ez tényleg izé lesz itt, harakéri bazza. Megdöglünk a picsába. Az durva, hogy szerintem magasabban vagyunk, mint az az épület, eskü. Szerintem annál az épületnél magasabban vagyunk, mert szerintem így lefele kell egy kicsit néznem. Mert kb. Így van viszintesben a karakter, és szerintem az lefele van. Vagy maximum velünk egy magas. Vagy nem bír a keeper magával már megint mi. Jó, figyelj, akkor most érünk ugye körbe. Ha jól sejtem. Biztos, ami biztos, még egy kört kéne menni. Meg igazából a látvány. Vonz a látvány. Ott egy nagy ház. Hát mennyire jól néz ki. Látod ott balra? Sarokba. Ott meg szerintem mi az óceán? Vagy mi? Jaj, de jól néz ki, bazze. Hát komolyan. Mondjuk lehet, hogy nincsen óceán a játékban, de már képen itt behalúzik mindent. Gondolom ilyenkor jót nevettek, hogy
hogy mennyire lelkes vagyok. Nem, ezt nem tudjátok képzelni. Most tudom, még amikor visszajöttem most videózni másfél év után, akkor írta valaki, hogy tök durva, hogy még mindig, vagy mindig milyen lelkes tudok lenni a játékokban. De tényleg, én nagyon bele tudom magam élni. Nem csak az, hogy van, aki csináljuk, meg már csak csináljuk, mert videó kell belőle, hát egy az, hogy soha nem játszok olyan, amivel nem szeretek. Azt így szerintem észrevettétek például. Hát konkrétan romokban van a csatornám, azért mert nem farming szimulátorozok. Nem. Jó, lesz igen, tudom, hogy te is, új, most fölkaptad a fejed. Hogy mi? Nem szerintem nem lesz több farming, de lesz. Most nem gondoltam bele, hogy lehet, hogy van olyan, aki itt a farmingot is szereti. De egyébként lesz. Egyébként nem hiszitek el, de ma megint megvettem a Farming 15-öt tegnap Steam-en. LOL. Mert már nem tudom, izébe volt meg, már kétszer meg volt lemezesbe. Elhagytam, nem volt hozzá, csak nem tudom, Steam-ez nem lehetett, vagy nem tudom. Ugye az egyiket odaadtam még a találkozó nagyon régen egy nézőmnek. Ja, úgyhogy... Megint megvettem Farming 15-öt, mert új lakozni lenne kedvem. A hülyének néztek biztos, de ja, ahhoz lenne kedvem. Na, menjünk le egy-két izét. Ó, bazd, hát ott van. Hát ott van. 77 méter magasan vagyunk, gyerekek. Ott van. Hát ez... Ja, meg hát hiszen lehet magasságot nézni. Mindjárt megnézem. Na most aztán egy csomó, megint ütöttétek a fejeteket. Te hülye, hát meg tudom nézni a magasságot. Úristen, már megint hány blokkot húztam rá? Bazd, csak izét akartam egy fordulót, azt már megint nem... Szóval, mi van itt? Ha Skybase, akkor legyen Skybase, bazze, akkor nem izé legyen. Ne csak... Mit tudom én... Koronasétány... Kilátó... Kilátó base, hanem Skybase, bazze! Stratosphere base! Milyen magasra lehet építkezni? Kezdődik! Azért milyen magasra lehet? Hallod, végtelen? Az milyen? Végtelen? Hülye vagy képer? Aztán csak egy ilyen korong lenne, mindegy 20 forintos, akkor lenne a map, mi? Szíj leugrana, aztán ilyen izé, ilyen egy órán. Hát a végtelen, akkor lehet, hogy egy órán keresztül is eshetné, vagy 100 órán keresztül is, hogyha elég magasra jutsz. Annak meg mindig azt hiszem, hogy szemem sarkában meglátom, hogy ott megy egy autó. Ez elég meglepő, így mindig meglepődök, hogy megy egy kocsi. Tudjátok, milyen kocsi lenne ebbe, egyébként több járművet raknék ebbe a játékba. Ja, tudom, az UD módban van egy csomó, de tényleg ilyen pick-up, meg ilyen, vagy pick-up az pont van, ilyen van, tudjátok, az a olyan, mint egy Ford Transit, csak dobozosban ilyen, ez tök jó lenne. És mondjuk abban csak csomó cuccot tudnál vinni, vagy lenne egy olyan, amelyikbe úgymond tudsz építkezni, mert nem építkezni, viszont tudsz lerakni mondjuk workbenchet, meg ilyesmit, hogy egy ilyen nagy ifa. Ez tök állat lenne, csomó minden lehetne itt még. Tudjátok, mi nem valósult meg soha? És mi az, ami el is tűnt? Régen voltak barlangok. Mármint ilyen, szó szerint olyanok, mint a Minecraftban, így lukak a földbe, ilyen is régen, és akkor ott végig lehetett menni, és akkor ott ilyen ízék voltak, ilyen cseppkövek, amiből talán valamit is ki is lehetett nyerni. Talán itt látod? Meg gombák voltak benne, meg pókhálók, meg ilyenek. Ez tök jó volt. És abban az időben föl volt kapva az, meg szerintem az be is volt jelentve egy kicsit, kissé, hogy lesz nekünk olyan, hogy föld alatti szörnyek. Tehát, hogy a föld alatt közlekednek, mármint így ássák magukat végig. Csak aztán lehet, hogy az ilyen nagyon szétcseszte volna a mapot, meg tényleg fura dolgok történtek volna. Ezt nem akarták megvalósítani, mert igazából annyi, hogy raknának egy mobot le a... Leraknának egy mobot a föld alá, aminek nagyon nagy block damage van és haladna előre. Úgyhogy nem egy nagy bonyolult lenne, kicsit olyan lenne, tudjátok, mint a Ahová lépek szörnyterem című filmbe. Viszont, igen, viszont az a baj, nagyon hamar szétcsesznék a mapot. Aztán így nem maradna semmi. Olyan lenne, mint az ementális rajt. Ja, amiatt valószínű, hogy nem való. Meg hát ugye, jaj, így a leomlás fizika az nem a legcsodálatosabb a játékban, aztán... Yeah? Ja? Ja? Figyelj így! Ja? Kösz, oké. Okay. Hülye vagy keeper? Na, ennyi. Nem tudunk erre mit mondani, basszus. Csinált egy nagy póznát ide a izébe, sivatag közepén. Na, és akkor arról beszéltem keeper, hogy akkor most elengedhetjük már, nincs szükségünk, viszont lehet, hogy tényleg csinálok még egy
Na, itt meg mindig csinálja a Cobblestone-t, ugye vagy, még az úton hazzak. Figyelj, sok száz, sok ezer, nem azt mondom, majdnem azt mondtam, sok száz ezer. Na, viszont ebből kellene csinálnom nekem. Volt az a blokk, tudod melyik, használtuk tegnap. Szerintem lehet, hogy basic blokkoknál van. Amelyik ilyen le... Na, ilyesmi volt, csak nem ilyen, hanem ilyen szépen letört sarkú. Fú, bazzeg... Ó, te Isten, hogy találjam meg. Szépen letölt sarkú blokkocskába volt állva. Hol? Ez se rossz. Ez még ilyen rondos. Érted? Ezt meg tudnád úgy csinálni. Most ez nem sikerült neki? De. Ugye ez ilyen letört sarkú lenne. De azért jobb lenne, ilyen fájtekebb lenne, hogyha ilyen full letört lenne. Ezt találja meg a keeper. Mi? Mondjuk ilyenből is tudnám ugye. És akkor ilyen nagyon hadszögletű lenne. De az lehet, hogy epikebb lenne, csak azt megtalálni, bazze, te... Ebbe a játékba? Esélytelen. Ez egyszerűen megvolt, el kell mennem hozzá lekopizni, bazze, komolyan. Hú, te fiú. Szerintem följebb van. Ah, itt van. Itt van, gyerekek, meg vagyunk, erre gondolt a keeper, el kell forgatni izébe. Csuda dologba, csak ez jó szar lesz forgatni. Ezt úgy kéne megcsinálni, mert mondom nektek. De most mi a pöcsöm van? Ezt úgy kéne megcsinálni, hogy fölmegyek, nyílik. Teljesen föl, mondjuk ezen a sarkon. És akkor izé, és akkor ott meglejövök a lépcsőn. Mert nem fogom tudni mindig forgatni, érted? Semmi értelme forgatni. Hát itt, ha nem tudom ki a nyakamat még máma, akkor az csoda lesz, gyerekek. Out of stamina. Folyamatos ugrálási van. Ja, így minden sarkot így föl kéne húznom. És akkor nem kell forgatgatnom minden sarok, ne érted? Na most, hogyha úgy jönnék föl... Azt hittem fölértem. Jézus, hülye gyerek. Ja, megcsinálok minden sarkot, és lehet, hogy rakok be középre meg olyat. Mert igazából annak is pontosan ugyanannyira... Jézus Isten! Vannak is pontosan ugyanannyi a tartása, tudjátok, amelyik ilyen lukas, vagy ilyen ablakos, vagy bármi. De mi a pöcsömet csináltam én? Hát komolyan mondom, nem vagyok normális. Mi van már? Én ezt van, nem bírom elviselni, bazzag, ilyen hülyét. Ekkorát? 80 méter magas tornyot. Ha majd, akkor már legyen 100, nem? Jó, nem, bocs, bocs, várj, le kéne ide vetődnöm. Oké, és akkor ez megvan egyszer. Hát most kénytelen vagyok leverni, gyerekek, mert nem akarunk megdögleni. Úgyhogy ezt megcsináljuk párszor. Van agyatok itt velem, gyerekek, nem mentek el, vagy nem, most nyugodtan, meg nem tudom. Meg nekem, ja, most ez nagyon csúnyán hangozana, de pont a lényeg az, hogy én nekem nem számítana, hogy ugye megnézitek az első 10 másodperc, ott van egy darab reklámom, nekem úgy van beállítva, mindig is úgy volt, remélem legalábbis, vagy csak nem elfeledkeztem, hogy nincs reklám a videóban, csak egyszer az elején. Pedig az mindig default be van állítva, hogy legyen egy csomó, és mindig ki kell kapcsolgatnom őket, és tök idegesítő. Mert a YouTube ugye azt preferálná, hogy tele van cseszve reklámmal, úgyhogy azt is szereti, meg azt is részesíti előnybe. Szóval engem nem szeretem ilyet, de azt akartam mondani, hogy ja, nem marasztalnának benneteket, mert igazából az már nekem semmit nem okoz, nem mint hogyha az az egy reklám megváltaná az életemet. De értitek, hogy... De maradjatok, nem tök jó érzem magam, kicsit olyan, mint hogyha itt lennétek komolyan. Hülye vagy? Ez még nagyobbnak tűnik így. Böszme hülye vagy, az vagyok, komolyan mondom. Ja, azt nem ide kell rakni, várjál. Azért ez nem is lesz kicsi. Na, ugye, remélem, hogy jó rakom, várjál. Így, ugye? Így, hát. Jó, akkor indulunk fölfele lifttel, gyerekek, ezerre. Ja, hát akkor nem is közé... Bazze, akkor nem is lesz kicsi, öcsém. Mert azt hittem, hogy olyan kicsi, az nagy ló. Mármint szélességre. Mert hát ugye, még... Hány blokk közé megy, még... Mindig 3 blokk. Ez akkor 5 blokk
szor 5 blokkos lesz az alapterület. Már alapba elég nagy lesz, tehát azon már ugye elkezdhetek ugye építkezni. Megcsináltam ugye konkrétan a födémet, vagy hogy nevezzem azt, a tetőt. És akkor ugye azt kell kipróbálnunk, hogy mikor kezd ez leszakadni. Az a baj, hogyha elkezd leszakadni, akkor lehet, hogy így rántja magával a blokkokat. Úgyhogy ezt lehetne jó lenne tudni. Hát ez egy nagy álló péló lesz itt a sivatag közepén, gyerekek. Ez lehet, hogy egy kicsit sok volt már. Sőt, már ez is. Bár aztán majd itt visz ki kell alakítani, tudod. Mit tudom én. Nehogy összedüljél, Léci. Aha. És oda, ide még jön egy. Én nekem olyan tériszonyom van, bazze. Olyan tériszonyom. Hát mind a játékautók olyan picik azok ott az a markoló. Nekem olyan tériszonyom van, hogy mindjárt megdöglök ebbe. Ja, jó lenne, hogyha ilyen ablakos lenne. Vannak ilyen lukas blokkok, azok tök jó néznek neki. Vagy pedig ilyen spirál alakba rakni, ahogy a lépcső megy föl. Az is érdekes lenne, főleg ha ki lenne a belseje világítva, és messziről egy ilyen rohadt nagy torony így világítana itt a sivatag közepén. Las Vegas! Fölé! Jaj, kell egy az oldalára majd valami nagy táblát így kiúzni. Zombieland! Fölülre, világítva vagy. Las Vegas Zombieland. Szédültök ti is, mi? Ne nézzétek, ilyenkor nem tudom. Szólok, mikor érünk le, mert én, nekem muszáj nézem, de én is már mindjárt kiesik a szemem alatt. És rohadtul csodálkozok, hogy még nem estem le. Hallod, és mindig azt hiszed, hogy leesel, vagy hogy leérsz. Már most leérsz, az nagy francokat, meg most se érsz le, na. És megtörtént. És az tök jó, hogy pont... Hallod, rendesen fasz, meg megszédülök! Azért itten vannak. Vannak dolgok, úgy érzem. Na, és megint forgat. Ott volt! Nem itt. Még egy lesz. Mi? Na most. Várjál, itt megcsinálom az alapot, nehogy vért ne elcsösszem, de annyira nem tudom, mert igazából három megy közé, és ugye három megy közé. Aha, és itt mi a pecsöm van? Ja, ide még jön a sarok, és akkor így, itt kell bevenni. Itt lesz az ajtaja. Hát... Jó. Olyan messze rúgtuk a pöttyös labdát, hogy már nem is látom, hallod? És, de viszont most én ezt az építkezést sokkal jobban élvezem, mint a piramisosat. Mert ilyen, ahhoz képest, hogy milyen kevés blokkból épül, mert azért annyira nem horribilis mennyiségű blokk, ahhoz képest rohadt kreatív. ...nak érzem ezt az egészet. A piramisban belement rengeteg blokk, és nem volt ennyire kreatív, érdekes, izgalmas. Figyeljetek, ott az árnyékunk, látjuk, hogy mennyire megyünk, nem felálltad? Nem azt mondta, hogy elfogyott ez a blokk. Na várja. Akkor... Copy. És nem jól rakta... Oh, shit! Várja, elvileg a forgatás is le tudott kopizni, ugye? Aha, le. Jó, ott mászunk fel, mint egy kukac. Lesz egy ilyen napóránk, bazze. Mindjárt felérünk, még. Most. Majdnem. Ez konkrétan egy olyan, mint egy napóra. Így, bazze, mekkora király lenne, hogy így rakná, hogy bazze, ezt meg kell csinálni, ezt meg kell csinálnunk, gyerekek. Ezt meg kell csinálni, mert ez így megy az árnyék, ugye. És azt kell csinálni, hogy minden órába megjelölni, hogy hol van, és odarakni egy számot, kirakni blokkból. Hogy mit tudom én, 6, 7, 8, 9, 10, 12, és egy ilyen ordinári nagy, jó van, oké, tudom, hogy a guru el a gyógyszer, meg a keeper már nem tudja, mit csinál már, meg vagyunk bolondulva, de hát szerintem ismeritek már annyira.
De már úgy fordulj el, hogy akarom. Hú, bazza, én nem... Ide neki vetem a vállamat inkább, bazza. Jaj! Jó, van, inkább nem meg, nem próbálom meg. Jó, nem próbálom meg, nem merem. Bocsánat, nem merem megpróbálni. Nem merem megpróbálni, bocsász, nem. Fosok, levesek, röhögtök. Mondjuk én is röhögnék magamon, az biztos. Annyira tök jó lett a grafikája ennek a játéknak, ilyen hibátlan. Nem érzem azt, semmilyen hiányát nem érzem a grafikának a... Hogy én most ez bármi nem tetszene. Jaj, nem nézem meg, és mindig meg akarom nézni a magasságot, de egyébként olyan 80 méteres a toronyunk. 80 méter az mennyi? Mennyi egy emelet? Körülbelül 3 méter, ugye? 3 méter. Mármint annyinak számít, azt hiszem 3 méternek számít egy emeletes házban nagyjából. Olyasmi, gyerekek. Hát lehet, hogy 4. Födém mindenekkel együtt. De 4 ne biztos, hogy nem több, ilyen 3 és 4 között. Hát egy normál panelház. Tehát akkor egy 10 emeletes az 30 méteres lenne. Akkor egy 20 emeletes, 60 méteres. Ja, egy ilyen 20, olyan 25 emelet magas panelháznyi. Ez a... Hát ez látszik is rajta, bazd meg. Mit mondjak? Ez látszik is, na. És kb. Végzünk is vele annyira, hogy éjszaka már fönn fogunk dolgozni. Hát azt... Ja. Csak ott fönn dolgozni, bazze. Ott az nagyon kemény lesz, mert ott azt nem tudod megcsinálni. Ott leesel. Akkor tud ilyen instant halál, aztán gyalogolhatsz fel. Júj, bazze, kell egy izé a tetejére, hallod? Egy bedroll. Még egy bedroll nélkül itten izélek, tornászok, basszus. Hát azonnal, mindjárt valahova. Megcsináljuk. Pont fölérünk, mert hallod, bedroll nélkül csináltam én ezt az egészet. Mondjuk van most már hálózsáknál ébredés. Hálózsákunk az így belelapult volna 2 méter mélyen földre, így ne lehessünk. 80 méter magas, bazz. Ilyenkor egy vét nehogy nyomjak. Hallod, még le is veszem a kezem a vasdról. Esküszöm. Skybase. Imádom, nagyon tetszik. Jó. Még egy. Oké. Okay. Balagjunk odébb. Oké, okay, viszont kellene nekem ilyen blokk. Ugye? És akkor ezt összekötjük őket, és akkor elvileg itt lesz nekünk. Szóval meg is csinálhatjuk annyira, képzeljétek, hogy ugye ez úgy lesz, hogy itt fogunk fölérni. Tehát... Hát itt... mindjárt megoldom ám, hogy mit szeretnék. Itt ezt kirakhatom, ugye? Ez viszont nem jó, hanem ide egy fordított ramp kellene majd. Milyen blokk nem kell nekünk már? Hát a lépcső blokk biztos nem kell, ugye? És ilyenkor ebből csinálunk egy rampot. Ramp? Hol van egy ramp? Nem tudna... Nem ran! Hanem ramp. Nem tud... De egyébként miért nem rakja előre az ilyen rampot, amelyikben nincs egy karó, bazze? Ja, lehet, hogy előre rakja, csak én vagyok a hülye, mi? Ja, itt van, hiszen... Itt van, el is már mentve. Na, egy ilyen fordított kellene ide. Hogy ne verjen be a fejába, amikor jövök föl. Ez pont jó, mert így elférek. És akkor konkrétan ott lesz csak itt, ja itt. Itt kellik, mert itt így jövünk fel. Oké. Okay. Konkrétan ezt a struktúrát, ami itt van, azt meg kell építenem majd lenn, mondjuk egy két blokk magasan, akár ilyen building blokkból, és meg kell nézni, hogy meddig tudom kiúzni oldalra. És addig fogunk tudni építkezni, konkrétan. Ez lesz az egész. Ide oldalra valószínűleg fordított rampokat fogok rakni először, hogy legyen egy kis ilyen, tudod, ilyen izé formája. Az a fordított bisztor, hogy nem tudom, vagy ilyen fordított gúla. És akkor így építkezünk folyamatosan kifele. De ezt ott mindenképp meg kell csinálni. Viszont, most már le kéne megint menni, és meg kéne nézni valami olyan blokk kellene, amelyik lehet, hogy lukas. Hogy itt ki lehessen rajt látni. De nem tudom, hogy az a lukas az jó-e, hogy nem-e az lesz, hogy beleakadnak a zombik, ha jönnek föl, ha egyáltalán jönnek fel, ugye. Minél jobban, igen, minél jobban meg kellene csinálni, minél tartósabb legyen. Nem tudom, egyébként ugyanaz a nézője, teherbírása egy olyan blokknak, de szerintem igen, bár nem vagyok benne biztos, gyerekek. Lehet, hogy sima kocka blokkal fogja felhúzni ezt az egészet. Úgyhogy nem tudom. Ezt
utána felupgrade-eljük az összeset, és akkor utána fönt építkezünk, de hát lehet, hogy egy... Hát figyeljetek, kellene csinálni egy ilyen struktúrát, majd mindjárt várják, kitalálja a keeper, hogy hogy legyen. Csinálunk egyet, izéből, egy icipicit odébb, meg is csinálom, mert az fontos, mert hogy fönt tudjak építkezni, úgyis mindjárt éjszaka lesz. Aj, mikor érek? Na, értem. Oké, okay. Na, itt van a víztornyunk. Brutál, nem tudom elmondani, mennyire brutál. Nekem egyébként nagyon tetszik. Akkor, ugye kellene csinálnunk nekünk egy ugyanilyet. Várja. Valami olyan helyre, hogy azért ne itt közvetlen. Ilyet csinálunk. Nem olyan sok mindent kelljen kiütnem. Ide csinálunk egy tesztet. Tök jó egyébként, még így is, hogy ilyen skeleton, ilyen csontvászszerű. Akkor, ugye, fú, itt szétcseszi a talajt, hogy rohadjon meg. Nem vagyok boldog. Tényleg nem vagyok boldog, nem akarom szétcseszni itt a dolgokat. Jó, itt nem cseszi szét a talajt, de hát egy kicsit. 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3, 4. Ez szerintem már sok is, várjál. 2, 3, 4. Igen, 3x3-as a belseje, ugye? 1, 2, 3. Tehát egy ekkora alapterületű csak az az épület? Ugye gondolkozunk, ugye itt megyünk be. Igen, és itt megyünk föl. Jó. Akkor konkrétan ilyen alapterülete van, ugye? Jó. Akkor húzunk rá még egyet. Mindjárt tesztelünk, hogy mennyit fog bírni. Hogy fogja bírni? Oldal irányú. Oldal irányban mennyit fogok tudni kipakolni. Most szándékosan itt nem csinálok izajét. Nem csinálok olyan részt. Olyan részt, mindjárt mondom, hogy miért, csak nagyon bele vagyok keveredve. Arra gondoltam, hogy így ki fogom rakni oldalra. Ó, a felsen beléd. Aj! Így. De ezt miért nem csináltam meg rendesen? Bocsánat, máját. Forgatást is kellene. Így. Így. Ugye így kapásból ugye nő már az alapterületünk. Elég jól. Oké, okay. Ugye a sarkokat is nyilván meg fogjuk csinálni. A sarkok helyettesítésére most annyit fogok csinálni, hogy berakok normál blokkokat, jó? Csak hogy mit tudom, vagy pedig ezt a fél blokkot? Rakjuk ezt a fél blokkot. Nem. De jó, várjál. Ja, így jó lesz, oké. Okay. Rakjunk normál blokkot. Igen. Ugye ide majd azt a... Van ilyen sarok, azt akarom oda rakni. Oké, okay, menjünk föl egy kicsit. És akkor utána, ezután jön még egy sor. Ugye már erre, itt kint. Ajj, ne! Éhesek is vagyunk. Éhesek is vagyunk, igen. Így. És akkor megpróbáljuk kihúzni oldalra. Megnézzük, hány blokk után fog ez összeborulni. És valószínű, hogy egyébként a... Ezt ide, itt kell van hagyni. Akkor ugye ilyen lenne a teteje már egyszer. És akkor meg kell próbálnunk, hogy egy, kettő... Basza, mi volt? Mutatja elvileg, hogy hol esik le. Ja, mutatja már, hogy hol esik le. Zöld. Hát van, ez ilyen sárgás lett, figyeld. Aha. És piros, figyeled? És itt ez már leeste. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blokk. Viszont egyetlen biztonság kedvére visszaveszünk. Ugye kipróbáljuk. És megnézzük, mekkora helyünk lesz rajt fönt.
figyeljük a színeket, mert lehet, hogy oldalirányba egyébként nem fog annyit bírni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blokk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokk. Ez nagyon nagy. Ez, vagy nem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De lehet, hogy itt a sarkot már nem fogja tudni újra csinálni. Mindjárt kiderül, hogy a sarok az mennyire mehet ki. Az lehet, hogy csak a kettőnek az átlaga. Tehát ilyen kör alakúra fogod tudni csak csinálni. Nem gondoltam, hogy ennyire kimegy egyébként, úgyhogy ez tök jó. Figyelni kell most, hogy nem-e, hogy itt ez már túl távol lesz-e neki átlóba. Én azt gyanítom, hogy ez úgy fog megvalósulni, hogy ezt csak így átlóba tudod így kirakni. Aha. Látod? Igen, ez így működik. Ez így működik, gyerekek. Hogy ezt csak átlóba tudod már. Itt már lezuhanna, leszakadna. Oké. Okay. Ez így nem rossz. Igen. És mindjárt megpróbálok rá építkezni, hogy ez mennyire befolyásolja. Lehet, hogy eléggé fogja. Ez volt a hetedik, ugye? És akkor ugye, szintén... ez, ja, azért piros, mert ott még nincsen. Bazza, miért pirosak ezek? Why piros? Várjátok, meg itt is lehet, hogy kellene, hogy... És volt a súly. Vannak ötletek, hogy mit rontok el. Sok volt a súly egy idő után. Szerintem az egy jó megoldás, hogyha csinálsz ilyen kónuszos, vagy egy idő után elkezd brutálisan összeomlani. Tehát nem úgy van, hogy leesik az a blokk, amelyik... ez hiányzott. Futtak, bazza. Hogy vett észre ilyen messzire, öcsém? Az meg milyen, mit forgórugást akart adni, vagy mit sem? Gyerekek, mi a fasz van itt, te hallod? Ja! Nem vagyok szuper boldog, de annyira nem is vagyok elkeseredve. Az a lényeg, hogy egy irulván túl sok lett. Kurva énikéteket, hát a... itten dolgozok, baz... ne? Jó van, öcsém. Együttéssel hallod? Minden rám vert. Együttéssel, bazzon. Hát menjetek már innen, hát... nem érek rá, basszus. Meg megint mi van? Hallod, ez mi ez a csávó, hogy szétsztanol? És mi mindig fog? Hát mennyi ízés XP-s vagy te? El nem hiszem, komolyan mondom, hogy szarrász tanul. Ezért kell olyan... úgy elszeparálnod magad... a játékba... hogy ne legyenek közelbe zombi, bazze. Csomó fára elveszítettem. Nem baj, nem adjuk föl. Jó, most egy kicsit, nem is tudom, az a baj, hogy nem 100%-osan értem a dolgokat. De majd mindjárt, megvan az ötlet. Csak nem tudom, hogy fogom tudni megvalósítani, úgyhogy nem döglök meg. Ja, mindenképp kéne egy hálózsák, lehet, hogy alulra. De hát igazából teljesen fölösleges a hálózsák, mert van úgyis izére éledés. Ez eddig tök jó, ez tényleg jó. Nem rossz. Megint valami zombi. Az mi volt, gyerekek?
Az mi volt? Hallod, kirobbant a földből? A nénye. Hallod, ezek még ezek a zombik? Hát minden fut, meg mi volt az, hogy felrobbant a nénye a földből? Ütött egy nagy likat a nénye. Jó, nyugalom. Nyugalom, no problemo, no problemo. Minden rendben, kezeljük a helyzetet, nem bolondulunk meg. És ugye ez összejött itt minden is, gyerekek. Szalá kéne ajánlom magam. Ne legyünk éhesek, ne legyünk szomjasak, ne legyünk semmik, mert ez zavar, hogy ezek történnek velünk. Föl kell mennünk, aztán élesben megpróbálni valamit alkotni. Bár még a faladási metódus az még... Ja, még fel sincs upgrade-elve. Ja. Gondolataimban vagyok merülve, gyerekek. Most nagyon. Most egy kicsit, és nem ismerek izai blokkot rakni másfajtát, csak ilyet. De néhány blokk kell majd, amire felhúzom. Ja, most egy kicsit elanyátlanodtam. Néha, amikor így a beütöge basz, akkor így az ember így kihúzanodik, hogy azért amit próbálok, az nem biztos, hogy úgy történik, ahogy én elképzelem. És lehet, hogy be fogunk félelni, nem? És ez egy kicsit olyan kellemetlen érzéssel tölti el az embert. Ilyet, ezt mind fel kell upgrade-elni. Nehogy összedőljön, bazen most nagyon parádok, hogy összedől. Mennyinél dőlt össze? 7 volt. Figyelni kell rohadtul. Csak az a nagy baj, hogy én akarok fölülre valami épület egy dolgokat is, érted? Tehát kéne valami, ahol ténykedek. Kellene ennek egy csomó láda. Kellene egy csomó minden. Úgyhogy ezt megvalósítani, ezt nem biztos, hogy olyan rohadt egyszerű lesz. De a torony maga ott se borult össze, csak a lelógó részek. Úgyhogy abba bízom, hogy a toronyot nem fogjuk elbukni. Értitek, hogy mire gondolok? Mert az nem borult össze ott se, a teszt toronyunk. Hanem az ugye egészben maradt, hanem leborult róla minden, leomlott körbe. De ugye igazából egybe maradtunk. Szóval ebbe tényleg bízok, hogy ez így működni fog. Hogy legalább nem dől össze az egész. Kezd sötétedni. Jó, hát fönt el leszünk ám. Előre mondom, hogy esély, van rá esély, sok, nagyon nagy esély, hogy egy, le fogok esni, kettő, össze fog ömlani. Úgyhogy azért ezekért előre is bocsánatot kérnék. Meg hát, tényleg, hogyha ez meg fog történni, akkor lehetőleg, hogy azt mondjál, Isten, annyira ne nevessetek ki, de mondjuk nyugodtan nevessetek ki, mert béna voltam, nem találom ki pontosan. De tényleg tesztelni meg nem akarok, az meg olyan stressz, hogy hogy dev módban megpróbálok valamit, azt utána megvalósítom. Főleg, hogyha csinálunk egy ilyen sorozatot, amiben így megpróbálunk túlélni, aztán nem tenne túl hiteles, hogy... Ja, egy napórát kell csinálnunk, arra készüljetek, úgyhogy egy napóra készülni fog. Így a talajra megcsináljuk majd az órabeosztást. Annyi lesz ugye, hogy tényleg annyit kell, hogy csinálni, hogy az árnyékot, amikor az X helyen van, X időbe, akkor oda meg kell jelölni, és akkor oda kell rakni mondjuk 10-es, 12-est, vagy oda kell rakni egy 6-ost. Szépen meg kell számozni. És akkor pontosan tudod, hogy hány óra van. Nem, mint hogyha nem tudnád a játékba, de azért van egy ilyen szórakoztató feeling ilyen szerintem, hogy lenézel a földre, a bázisodról. Hú, ézőből lenne jó, rácsból megcsinálni. Gyerekek is itt szerintem ilyen magasságban nincsenek kányák se. Legalábbis így eddig egy darabban nem találkoztunk építkezés során. Szerintem annak is van egy maximális magassága.
Úgyhogy az is egy baráti dolog tud lenni. Ja, egyébként igen, elképzelhető, hogy fogunk csinálni ide egy zombi várót. Bár megmondom a Frankót, hogy nem szívesen csinálnék. Ezt milyen magasan vagyunk, gyerekek? Nem nagyon néztem, 30 jó. Ó, már felénél vagyunk, jól van. Na, megszoktam, hogy ilyen nagy ez az épület. Most már legalább nyugodtan futkozhatok, nem kell félnem, hogy leesek. Meg hát igazából ki fog derülni, mert szerintem már itt, már 40 méter magasan nem érzékelnek a zombik. Hát lehet, hogy távcsövessebb, itt meg kipróbáljuk, meglövünk egyet, aztán akkor mondjuk lehet, hogy tudni fogja, hol vagyunk. Tényleg ki kell próbálni, hogy fölfut-e. Mondjuk aztán nem lesz baráti, hogyha kiveri alulunk. Na, mondjuk egy zombi csak nem veri ki alulunk, nem? Nem olyan brutálisan sok alapanyagból készül ez a bázis. Az engem meglep. Ahhoz képest, hogy milyen hatalmas vertikálisan, meg azért horizontálisan is az 5x5 blokk. Azért annyira nem kevés az. Ja, alulra csinálunk majd egy ilyen vasajtót. Biztos, ami biztos, tudjátok, van az a rácsos, az pont illeszkedni fog hozzá, olyan lesz ez az egész, ez mint egy ilyen, nem is tudom, amiben az aranyhalat, nem aranyhal, aranyhaj nevezető, amiben bezárják így a, minek nevezik, nem vár, nem is torony, hanem egy ilyen toronyban, amikor bezárnak ilyen izeiket, ilyen hercegnőket, tudjátok, a sárkány elől. Körülbelül olyan lesz, ilyen lesz rajta egy ilyen rács. Jaj, raktam volna ablakot erre a toronyra, nem tudom. Lehet, hogy aztán semmilyen statikai szerepe nincs, hogy milyen blokkot raksz, tehát ilyen blokkot raksz. Ott van egyébként a zombi, ott séta. Egy zombi horda? Na gyerekek, testing van. Na nézzük meg, hogy ezek mit csinálnak, hogy mit fog történni. Ne essünk le. Most érnek oda. Szépen kikerülik. Hát ez nagyon jó. Jól működik. Szerintem ez teljesen jól működik. Ezek kikerülik a francba, nem érzékelnek minket. Hiába küld a játék ránk ilyen random zombi hordát, figyeld. Szépen elballagnak. Már 40 méteren is ugye. Akkor tényleg a 30 méteres határ lehet a jó. Hát a 80 méter az meg egy ilyen ráadás lett. Ez csak azért, hogy jobban érezzük magunkat, nagyobb legyen a kilátás. Ó, hát ez tök jól működik, gyerekek. Mennek, vonulnak el a zombik. Ugye, ez a random zombi horda, ez úgy működik, hogy konkrétan leszpónul egy ilyen hordát, és mindenképpen a te irányodba mennek. Tehát így keresztezik a te helyzetedet, a lokációdat. És hát nyilván észrevesznek, mivel bekerülnek a range-edbe, akkor mármint egy ilyen 30 méteres range-be, akkor elkezdik ütni a faladat, meg minden. De így, hogy ránk pakolja, csak horizontálisan mozognak, és ugye nem érzékelnek, mivel távolabb vagyunk. Ezért jó a vásós bázis is. Mert nem érzékelnek. Hogyha nagyobb mélyreállással, és ott lazán el tudsz lenni. A básósnak annyi elődje van még, hogyha akármi is van, azért érzékel is egy zombi, akkor mit olyan, azért vagy mit 80 blokk mélyen azért az nem fog lejutni hozzád. Nyilván egy horda az már esélyesebb, de viszont egy random zombi, hogy még ha érzékelne is, akkor se. Akkor is nyugiba vagy itt, meg azért nem lenne jó, hogyha elkezdené jutni a falat. Na, hány méteren vagyunk már, basszus? Jó, hát ezt fel kéne egyébként upgrade-elni, elmondom nektek. Ez lehet, hogy gameplay-en kívül meg fogom csinálni, mert ezt ha végignézitek, hogy fel-upgrade-elem, ez azért az 200 ezer blokk. És itt azért lehet, hogy elréjjátok magatokat, ne kelljen. Ne réjjatok. Egy valamit elcsesztebb, gyerekek. Már most látom. Úgyhogy mindenképp kell húzni majd a négy sarokra, négy darab oszlopot ideiglenesen és utána visszabontani, mert nem látok rá a blokkra. A négy sarokra nem látok rá, azt fel kellett volna előre upgrade-elni. De hát most már mindegy, úgyhogy most már fölpakolom ezt az egészet. Ja, ugye mellette kell csinálnom ilyen tornyot, amin így felugrálok, utána lebontom, úgyhogy nem nagy kunst, aztán ott
upgrade-elgetem folyamatosan a blokkokat. Tehát nem, tényleg nem lesz egy nagy eresztés, csak... Csak most itt ez jó megszapottabb magam ezzel kapcsolatban. Hát, azért ez jó lesz. Csak azt nem tudom tényleg, hogy a mennyit pakolhatok rá, hogy fog ez működni. Fú. Nem merek olyan nagyot, szerintem egy ilyen 5, hát még 5 se. Nem tudom, hogy hány legyen. Hány blokk magasat merjek ki. Kipakolni. Vagy esetleg akkor csinálják több szinteset, viszont rüellem a több szintes dolgokat. Ilyenbe, mert nem látom át az egész base-t. Lehet, hogy azt kellene, hogy ki rakok ilyen támfalakat, azt lehet, hogy akkor azért az segít. Ja, hát mindenki fel kell állványoznom, mert azokat a támfalakat is kívülre tudom építeni. Lehet, hogy tényleg egy ilyen állványozás kellene. És mindig azt hiszem, hogy ott megy egy autó. Viszont ennek az upgrade-elését tényleg megfogom gameplayen kívül. Ugye ne azt nézzük már végig, mert annak igazából nincsen élvezeti értéke. Hát úgyis az van, hogy látjátok, hogy mi épül. Most az, hogy itt felupgrade-elem gameplayen kívül, annyi, hogy legalább izé lesz már cobblestone. Nem kell végignéznetek, hogy végig koppogatok nem tudom hány száz blokkot, mert ez azért néhány száz van. Fú, gyerekek, brutál mennyiségű izé ez anyag. Ez a külsője az azért eszi. Csak ne boruljon össze. Akkor én boldog leszek. De elképzelhető, hogy nem merem. Ennyi voltunk? Ja, még tudok csinálni. Jó, mert mindenképpen nem cobblestone, hanem mindenképpen kell ilyen blokkunk, building block. Hát szerintem még egy 500 az ukor jön bele. És még mindig, akkor maradt fám ugye upgrade-elgetni. Ja, hát meg fát, miért nem ültettem, mert hülye voltam, mi? Nagyon nem akarok lemenni, nincs kedvem zombikkal izén hadakozni. Fölöslegesbe. Mármint úgy fölöslegesbe, hogy vesztegetem az időmet velük csak. Na mennyi? Add fa 3 méter. Úristen, én hülye állat. De bazza nem jó blokkot izélek, pakolok. Én hülye állat. Jaj, de jó, hogy... Még jó időben észrevettük, nem tudom, hányat pakoltam le. Innen nehogy kivegyek, mert akkor ömlik össze az egész. Megnézem, nem, remélem, hogy nem. Sokat látok, várjál, mondjuk egy lámpát kapcsolnék. Bazza, mennyit ide raktam, én hülye. De jó, hogy észrevettük azt a betyár, hallod? Azért az izgilet van, inkább visszaszedem. Nehogy olyan legyen. Mert nem jót kopiztam le. Kicsit egyébként fáradok, hát úgy fáradok, hogy azért ez az építkezés, ez rettenetesen monoton cucc. Főleg 80 méteres toronyház építkezése. Úgy így. Na de viszont mit akartam mondani? Valami eszembe jutott. Ja, nem akarok vinkódni én a zombikkal lenn. Meg egyébként egyáltalán nem akarok vinkódni a zombikkal, kivéve, hogyha én akarok vinkódni a zombikkal. Hogyha el akarok menni például questelni, küldetéseket csinálni, ha akarok zombi hordát akarok, meg a zombit akarok ölni, akkor kelljen bele, de hogyha craftolok, meg csinálom a dolgomat, akkor ne az legyen, hogy állandóan zaklatnak. Azért lesz jó ez a skybase. Mert nem férnek hozzám, mert le lesznek szarva, ott lesznek lent, tudod. Ja, fel kell állványoznom, és meg kellene próbálnom akkor azt a oldalra kinyúló ilyen támaszfalakat, ilyen támfalakat csinálni. Egyébként az sem lenne hülyeség, hogyha néhány, de mondjuk oszlopot nem akarok, mert igazából akkor megbontja ennek az egész ilyen izei struktúra, ez tök jól néz ki, hogy ilyen, hogy nevezzem. Ilyen egy darab lábon álló. Mert ugye most lehetne az, hogy támoszlopokat csinálok ide-oda. Nem tudom, meg nem tudom, olyan snosz lenne, hogy plusz még oszlopok vannak így ez mellett. Ez akkor jó, hogyha tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen nagy torony. Toronyház. Fú, de ez összedőlne. Itt magam alá temet. Ennyi anyag, halljátok? Mekkora depószar lenne itt, mi?
minden törmelék, fa meg minden is. Üveg kellene, üvegből csinálni, srácok, az mekkora cool lenne, hogy üvegből megcsinálnád, és akkor lelátnál, és végig ilyen rohadt izé lenne, parafaktor lenne, hogy mikor fog leszakadni, és mikor fogsz lezuhadni, nem? Ez így, lenne egy ilyen bug, de egyébként az építkezés egész, nincs semmi bug, tehát most milyen kellemetlen lenne, hogy bebugolna egy blokk, és akkor az elkezdene borulni, és akkor így összeborítja az egész fázisodat. Az azért elég fájdalmas tudna. És megint azt hittem, hogy ott megy egy autó, de miért hiszem annak a mert ilyen hullámzik, és vagy így, igen, hullámzik. Fúj a szél, és olyan, mint hogyha mozogna. Na, magasságunk, gyerekek, 74 mindjárt fölérünk, jó? Ezt meg kéne egyébként nézni alulról, mert ma ez elég fura lesz, látvány lesz, biztos, hogy egy ilyen tömörnek tűnő dolog. Na, fölértünk, jó. Fölértünk, mert itt van az a felső egy sor már. Na, oké. Okay. Hoppá, ja, itt már nem tudok lerakni, mert ott nem férek oda. Itt kell leraknom, itt kell leraknom. Itt körbe raknom, mert már tömörös. Jó, csak ugye nehogy elfelejtsünk bármelyik blokkot is nem felupgrade-elni, úgyhogy arra nagyon kell figyelni. Oké, és kacok, akkor ez így megvagyunk, szerintem egyszer. A szituáció a következő. Ugye itt egyelőre még nincsen kilógadva egy darab. De jól néz ki, azért ezt nem is láttam, hogy így villog. De szerintem körülbelül senki nem. Senki nem olyan hülye, hogy... De mondjuk ez jó, mert így sötétben így le tudná oda menni. Ja, oké. Okay. Följön, szuper. Kell csinálni mindenképpen külső ilyen izéket. Szerintem így a szélére, ide a szélére, oda a szélére, ilyen tartó pilléreket, oda a szélére, ilyen háromszög alakba fölfele, ide, meg ide. És nem egy olyan túl sokat, mondjuk én annyit mondanék, hogy egy ilyen öt blokknyit. És akkor ugye arra megépítjük a, nem lesz számhoz olyan kicsi, mert ugye ennek az alapterülete 5, akkor számoljátok ki, hogyha 5 blokkal elmennénk arra, 5 blokkal elmennénk arra, 5 blokkal arra, akkor 15 blokknyi lenne a hely. Ugye ezen, így 15 blokknyi. Tehát 5 blokk, 5 blokk, 5 blokk. Arra is 5 blokk, meg akkor így mit tudom én, félkörben lenne, és ez tök jó lenne. Akkor ugye esetleg tudnék épületet csinálni rá, és úgy csinálnám az épületet, hogy mondjuk ezzel is támaszkodna. Valahogy, vagy nem tudom, hogy lesz még. Megmondom őszintén, itt össze-vissza izélek. Kamulok basszus, vagy nem tudom, én próbálom így kihámozni. Tényleg írjatok, hogyha van ötletetek, de figyeld már. És lemegyünk. Csak azért, hogy ránézzek. Hallod? Jó, most már nem tudsz leesni, de körülbelül megszédülsz be az, amire leérsz. Zombit azért érdekes lenne felcsalni. Csak lehet nem éjszaka kellene. Úgyhogy ezt majd megpróbáljuk. Nem tudod, milyen magasan vagy, az durva. Mikor élsz már le? Kéne aha, kell csinálni ízeiket, számokat majd rá. Vagy egyes emelet, kettes emelet, hármas emelet, négyes emelet. Ide kirakod, és akkor így, ahogy jössz le, meg föl, akkor így látod, hogy hányas emelet. Ez rohadt jó, kell olyan számok, mindenképp kellenek rá. Ez baromi jó. És minden, mit tudom, minden északi oldalra, vagy minden keleti oldalra. Vagy fölülről megindulva, vagy alulról, és akkor így látod. Ez tök jó. Számok kellenek a lépcsőházba. Ez lépcsőház a javába, figyeld ma. Így mehetne egyébként le a föld alá is. És akkor lehetne úgy, hogy ha nagyon nagy a szar, akkor levész a föld alá. Na, ezt kapcsoljuk ki. Ezt meg akarom nézni ilyen messzebbről, hogy ez most akkor mi történik itt. Ó, ott megkivaradt egy blokk, bazd meg. A keleti oldalon. Azon az oldalon valahol kivaradt egy blokk. A keletén. Ott van a, ott a hiba. Jó, mert minden blokkra rálátsz, tehát nem fog elmaradni. Egy blokk sem. Az upgrade-elésből úgy értem. Úristen. Úristen.
Hát ez monumentális. Ez, de tényleg azt tudom erre mondani. Figyelj, hallod? A Holdnak az... Jaj. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Ez. Ez beteg. Ez beteg. Szerveren ilyet ne csináljátok. De mondjuk lane blokkal nem lehet sebezni, ugye? Akkor már, mint más játékosnak. De mondom, szerveren ne csináljátok, mert szétverik alattatok, aztán akkor leullatok, mint az őszi fa levél. Nagyon precíz, nagyon precízen néz ki. Fönt. Ja, jó lenne, hogyha ki tudnám jól lógatni, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni. Figyeljetek, én ezt gameplayen kívül felupgrade-elem, mit tudom én, reggelig álltok a részek vele. Mennyi izény van cobblestone-om? Cobblestone-om annyi van, mint a sár, úgyhogy ez... Ez van, szerintem 8 kell egy blokkhoz, várjál, akkor az mennyi? 5, 5 meg 5, 10, közte 3 meg 3 az 6. Akkor az, figyelj, ott számoljak ki, az mennyi az? 16, 16 és 80 blokk magas, és 8 kell, ez a kurva életben a cábológép kellene ez már. Na, egy sorba mennyi kell? Összesen kell 16 blokkot upgrade-elni. Az 8 blokkonként, az azt jelenti, hogy 8x10, 80, szerintem 48, az 200, na hány darab cobblestone kell, 120, mit tudom, 130. Van 80 sor, az azért kurva sok, bazd meg. Jó. Jézus, nincs is annyi. Fú, bazd, mire vállalkoztam, meg kell csinálni valahogy egy bányát. Nem megyünk az erdős területre, maximum azt csináljuk. Aztán akkor jó világ, nem? Jó, jó lesz ez. És egyébként tök jó, hogy meghagytam ilyen fákat, meg ilyen hülyeségeket szerintem. Meg tök jó, hogy így egyből így a Trader Bobnál vagyok, és ugye... ez tetszik. Jó, tetszik az egész. Tetszik egyébként, tényleg nagyon jó meg van csinálva. Igen, az lesz gyerekek. Fel fogom izélni. Már meddig tudok építkezni? Az vicces lenne volna, hogyha, de hát ugye nem tudsz fellógni a Trader fölé, oda már nem is tudsz építeni. Eddig tudnánk építeni, de hát eddig amúgy sem fog ez kilógni. Sajnos, pedig ez tök jó lenne. Igen. Egyébként ugye, hogyha megszélesíteném oldalra, akkor már is ugye több blokk lenne. Nagyobb tartása lenne, ugye, szélesebbet tartana. És ezt ugye meg lehetne úgy szélesíteni, mondom nektek, várja, mindjárt mutatom, hogy hogy. Ezt le kéne kopiznom, ezt a blokkot. Meg kopizd le, légy szia, ezért, hogy már a fordul? Ja, nem. Ide kellene egy ramp. Ide? Pont ilyen. Pont ilyen szögben. Nem, ez se jó. Nem, mert ez se jön ki. Hanem egy fél ramp kellene. Oda kellene egy ilyen fél ramp. De hát ezeket aztán megtalálni. Ezért gratulálnék. Nem, ez 60 fokos. 45 fokos kellene mindenképp. De hát az Isten tudja, hogy hol van. Ja, azt akartam mondani, hogy egy kihoznál ide sarokra. Minden sarkon lenne egy darab izé. Ó, várjál. Szerintem jó lesz ez, hogyha megcsinálom. Ó, vagy tesztelgetni kell, tesztelgetni kell. Na. Úgyhogy... Hogyha csinálok rampot... Megnézem, akkor is 7-ig ére ki. Mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok. Hogyha csinálnék ilyent... Csak kellene kocka is.
Csak az lehet, hogy van ilyen, hogy el fog dőlni. Meg kell csinálni normálisan, hogy legyen neki tartása. És akkor ugye innen tudjuk számolni konkrétan a hetet, ugye? Innen tudjuk számolni. Tehát itt lesz a széle a, mondjuk a, az épületünknek. És akkor ugye 1, 2, 3 kapásból, és még mindig az fölött vagyunk. Tehát akkor most innen fog jönni a többi hét? 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen, innen jön. Igen, tehát, hogyha csinálsz ilyet, amelyik így kihozod, akkor konkrétan termentesíted ezt a részt, tehát onnantól már innen kezdődik neked a hét, nem innen. De mégis ugye az alapja, az ugyanúgy marad egy ekkora rész. Szóval így konkrétan, hogyha mondjuk, mit tudom én, valami morog. Szerintem valami morog. Most pedig az ilyen hülye zene, van egy ilyen hülye zene egyébként. Nem lát el mert. Ja, úgyhogy ha mondjuk ez csak 1, 2, 3 volt. De ugye ha már 5-tel húzom kiebb, akkor még több. Ugye még, már is 2-t nyerünk megint. Tehát megint 2-vel kiebb mehet ez az egész. Szóval ez tök jó, mert hogyha csinálsz ilyet, 5, elég 5. Akkor már ugye biztonságban tudsz csinálni 5 plusz 5-öt, tehát 10-es lesz. A közepetti 5, tehát akkor két oldalra 10, akkor 25 széles lesz a teteje, meg így is 25 széles. És ugye akkor megcsinálod azt, hogy egy körbe, ugye, mi a faszom ez a morgás, bazd meg? Ez egy zene? Mekkora köcsögök akkor, hogyha ez egy zene? Jarrr. Na. Ez meg volt ez a teszt is, ez egy kicsit jobb statikai teszt volt. Csak viszont, ugye a toronynak magának elég eresnek kell lennie, és ezért... Ó, francba, hogy már meg ezt csináltam. Ezért fel kell upgrade-elnem. És ezt megcsinálom gameplay-en kívül, tényleg nem akarom, hogy itt megbolonduljatok, amire végzek vele. Oké. Ezt viszont kiütöm ezt az okot. Ja, fel kell upgrade-elni az egész külsejét, meg kell csinálni rampákat körülbelül 5-ször. Úgy lesz, hogy így a sarkain, körülbelül mondjuk ugye itt esetleg, vagy lehet, hogy egyebb beljebb, itt meg ott is ott meg ott, és akkor ki lehet hozni így elég nagy részre. Én úgy gondolom, megcsináljuk egy ilyen, ja, egy ilyen trapéza, vagy egy ilyen 6-szög alakú, nem, 8-szög alakú lesz, 8, pontosan 8-szög alakú lesz a felső rész, de eléggé ki tudjuk hozni, egy ilyen 10-esbe gondolkodok, hogy egy 10-es menjen ki, akkor 25-ször 25-ös lesz a felső platform. Belegondoltak, amikor egy láda például, az csak 1-szer 1 méteres, vagy pedig egy forge az mondjuk csak egyszer két méteres, tehát a legnagyobb objektek is két négyzetméteresek, akkor a 25-ször 25-ös hely az nagy, az tök nagy. És nem szeretnék több rétegűt, esetleg csinálunk tetőt magunknak azért, hogy kicsit ilyen feelinges legyen, meg mit tudom én, ilyen oszlopokon álló tetők, vagy ilyen, lehet, hogy legyen oldalfal, és mindegy, de és körbe meg izé kellene valami kis fancy, ilyen kis kerítés, aztán fence, aztán az tök jó lenne. Ja, ezt így kell megvalósítani, figyeljetek, nem fogunk izé trükközni, összeomlik, ezért tesztelem inkább itt, nem debmódba, hanem ugye itt lenni, így építkezünk ilyeneket. Ja, ott is hiányzik egy blokk, hogy rohagy meg. Ja, hát különben tök jó lett volna, hogy ilyen ablakos lett volna, de mondjuk így meg ilyen, nagyon high-tech, le kell festeni majd, mit tudom én, ilyen sraffosra, tudjátok, mind a izeit, mind az a rudnyalóka. De már 3 óra van, azt már megint izei van, megint itten.
Vinkódok. Emlékeztek arra a verzióra, amikor izai volt? Ha hús volt nálad, akkor jött rá, gyers hús volt rád, akkor jöttek rád a zombik. Ez itt mekkora király volt mi. Gyerekek, van összesen fenyőm, 239, úgyhogy azt mondjuk nem ártan elültetni, aztán akkor lenne mi. De ez valahova, nem tudom hova ültessem. Jó. Jó, gyerekek, egyébként mondjuk lehet, hogy egy 100 méterre kár, hogy nem húztam föl, de már annyi anyag kell hozzá, hogy ez borzalom. Lehet, hogy inkább azt csináljuk, hogy igazából lehet azt csinálni, hogy kettőszintes lesz, mondjuk fönt valami, fönt a helipad. Kell egy helipad fölülre. Úgy lesz, hogy akkor itt lesz egy nagy tányér fölül, meg létrába föl kell menni, és helipad a tetején a középen. És akkor az ugye epic lesz. Jó, hát gameplayen kívül kellene felupgrade-elnem. Lehet, ja, lehet, hogy gameplayen kívül felupgrade-elnem. Bocs, hogy elbeszélgettem az időt, srácok. Tervezgetés az legalább annyira fontos. Hát igen, ez böszmeg sokáig tartana, úgyhogy gameplayen kívül itt én végig kopogatom. Jó van, gyerekek? Remélem, hogy elég lesz a... Lehet, hogy nem lesz elég egyébként. Ja, hát meg kell csinálnom majd, hogy is hívják ott is. Tudjátok, hogy mit? Ezt úgy kell csinálnom majd, hogy így mindig egyre följebbre megyek. Úgyhogy ilyen állványon fogok dolgozni konkrétan. És ezt oldalanként meg kell csinálnom. Nagyon jó. Nagyon jó, jó kicsi step bug abban. Ja, hát meg kell csinálnom gameplayen kívül, mert ez így nagyon koka lesz, hogyha ezt így végignéznétek. Hát borzalmasan hosszú ideig tart. Ja, itt majd viszont ezt lehet, hogy kiásom, és ide rakok egy blokkot. Most kell mondjuk ásnom a... ezért az alját, mi? Gratulálok magamnak. Jó, ja, meg ott... bazd meg. Én hülye, hallod? Nem cseréltem ki az alját. Na, bazze! Arra lettem figyelmes, a tető repedezik, mi? Jaj! Ez hülye ötlet volt, bazze, hogy nem csináltam meg az alját. Egyébként konkrétan nincs is neki alja, alapja. Azért az gratulálok magamnak hozzá. De már alá nem ások be. Felejtsétek el. Egyesével merem, mert ezelőtt az volt, amikor túl sokat kiástam. Akkor történt vele az ugye, hogy elkezdett borulni. Lehet, hogy felmegyünk. Megnézzük a naplementét föntről. Elvileg előbb látjuk a naplementét, mint bárki más. Nagyon jó. Ja, tök jó, mert oda, hozzá lehet férni az összes blokkhoz konkrétan. Ugye ahhoz is, hogy... Ne. Jó, azt az egy helyet, azt ott rohadd meg. Meg ezt így följavítjuk, jó. Ja, már csak ez van, oké. Fölmegyek, oké, azt onnan elbúcsúzok. Írjatok szerintetek, hogy mennyire király ez a hely, vagy mennyire nem király, nyugodtan írjatok kritikát is róla. Meg hogy mit gondoltok, össze fog-e borulni, vagy nem fog összeborulni, hogy tényleg kíváncsi vagyok mindenre, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Ja, minden egyes fordulóban majd lesz, és minden egyes emeleten lesz majd szám, és akkor tudjuk, hogy mennyi van vissza. Azért lefáradunk azzal, amire felérünk. Jézus te! Viszont az imádom, hogy ilyen tök jó szimetria lett ez a csigavonala, hogy ilyen hibátlanul, perfektül működős. Fú, öcsém! Hát ez tényleg beteg. Na, már világosodik valami. Brutál. Hát ott már látjuk kell a nap. Izét akartam mondani még annyit, hogy akkor igen, belegondoltuk, az tök nagy lesz. Hogy itt ugye 5 blokk, nyi méretű lesz. Itt lehet, hogy meg fogom csinálni, hogy egy rendes ilyen kiáratszerű legyen, érted?
hogy lesz egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen ball tip-szerű, meg itt is, és akkor lesz egy ilyen lyuk, ahol be tudsz bújni, tehát rendes ajtóval, és akkor figyeljetek, 10 blokk arra, kurva sok, 10 blokk arra, kurva sok, 10 blokk arra, kurva sok. És ugye akkor ezt így megépítjük, hogy statikailag jó legyen, akkor onnantól már igazából nem kap plusz terhelést. Ugye itt nincs az, hogy most a ládákba többet fakoz, vagy ilyen hülyeségek. Hogyha ez működik, tehát így deborul össze, meg tudjuk úgy csinálni, akkor onnan fogva nem fog összeborulni. Tehát akkor onnan fogva ez a base, ez egy hibátlanul működő dolog lesz, és akkor itt neki kell állni, mert tier 3-as questeknek ezerrel, és tudom, ez tök frankó, nekem ez tetszik. Itt azért a nagyvárosban el fogunk lenni. De jó lesz. Itt azért lesz elek érdekes, ott egy épület, ott egy izét, nagy toronyház, ott egy épület, katedrális, meg a tököm tudja milyen gyárak, még nincsenek itt, te hallod. Ez jó lesz. Meg hát itt is van közvetlen beletők, még egy ilyen kisebb tagyavilág, meg ilyen nagyobb épületek, ott van megint valami bázisszerű, akármicsoda, ott is van valami olyan, egy rohadt nagy ház. Azt a katonai bázis nem láttam, pedig állítom, hogy ez is valahol be van ide rakva. Ott vannak ilyen nagy hegyek. Oké, gyerekek, innen folytatjuk. Ja, én felupgrade-elem, jó? Azt valószínűleg nem tudom, nagyon sokáig fog tartani, aztán onnan folytatjuk, hogy ugye falazzuk föl ezeket a pilléreket, amit tartani fogja ezt az egész platformot, a skybase-ünket. Ja, egy zombit meglőnénk azért, most nagyon el vagyok itt. Kár, hogy nem látok egy zombit. Bár lehet, hogy nem tölti be is ilyenkor. De, közelebb hozza. Hát rohadtul nem látok egyet se. Nagy kár. Meglője minden a izét. Belövök bazza a kéményen a csávónak, hallod? Figyelj, mekkora királyság. Nagyon cool. Hát ez nagyon cool, ez tényleg jó. Van ennél jobb scope is. Majd kíváncsi vagyok, aztán azzal mit fogunk itt művelni. Hát ez brutál. De még a mi súlyunk meg ugye nem befolyásoló tényező. Tehát hogyha meg van építve, kimehetsz utána akárhova, majd a szélére, akkor nem fog ez bántani téged. Hát majd csinálunk valami kerítést, hogy azért ki tudjak teljesen menni. Lehet, hogy egy ilyen, a legvégén lesz egy ilyen lelátós rész. Igen, valami üveglapot, vagy valamit, amire rá tudok menni. Van az a izé, ajjaj, nem bírom ki, bazza. Van ez a fajta, láttam, ez a corneres. Van glasszok, az a neve? Nem. De ezek egyébként azok glasszok. Nem sheet, ez milyen? Nem. Bazza, mi volt ez? Ezt beütöttem, hogy glassz. Ja, mert az összeset kellene, ez mi? Akkor ez nem üveg? Olyan van, különben itt a window-nál van. Na várjál, én amit láttam, egy ilyen sarok volt. Ilyenből konkrétan ki tudnád alakítani, hogy ez nem sarok? Láttam sarkot is. Hú, viszont mondjuk egy ilyet megcsinálsz egy oldalra. Azért az elég menő, nem? Jó, erre ráugrott. Ez tényleg sarok. Látod? És üveglapban. Na! És ugye ezt tudnád úgy forgatni. Hogy, mindjárt megmutatom, hogy mire gondoltam. Hogy úgy rakod le, mondjuk ide belőle rakom most, jó? Csak tudnám, merre van az üveg része most. Ja nem, ezt nem tudod úgy rakni. Kár. Pedig vannak ilyen tök jók. Van ilyen ablak is, amelyik ilyen 60-valahány fokos, meg ilyenek, amiket így a szélére raknék szívesen. Ja, már tudom, hogy miért nem lehet. Azért, mert el kell rakni egy rampot. És akkor tudod a szélére rakni az ilyeneket. Igen. Rájöttem, mert ezt ugye ide nem tudod rakni, így nem tudod. De viszont, hogyha csinálsz egy nem rampot, hanem mindjárt megmutatom, hogy mit. Egy plétet. Oda ez ilyen high-tech üvegek is vannak. Menj a francba, nagyon tetszik. Figyeld. Jó, ilyenek lettek volna jók, tudod?
Pedig nekem sima plate kellene. Ez a sima plate, ez van. Úristen, ilyen nagy üveg. Mert hogyha ezt már ide rakod, és meglátod, hogy mire gondolok, mondjuk, rakjuk ide, nem, ide kellene. Fordulj már le függőlegesre, hogy ide rakod, akkor ennek már neki tudsz rakni egy üveget. De jó, hogy millió forgatási opció van, de örülök neki. Mondjuk így. És akkor így konkrétan így lelátsz. Tehát így ki tudsz ennek a szélére állni eddig, és akkor így belátsz maga alá a torony alá itt szinte így. Érted? És akkor ez tök jó szerintem. Jó, oké. De elbúcsúzom. Ott van fönt a toronynak az árnyéka. Köszönöm szépen a figyelmet. Tényleg bocs, hogy ilyen nyögvenyelős volt. De nagyon tetszik ez az egész projekt. Viszont egy csomó ilyen jó ablak meg minden van. Hát ez tök jó lett volna kicserélni. De hát jó legyen masszív ez az egész. Jaj, nem bírom ki. Imádom. Milyen gyorsan jutunk le. Lefele egyébként jól le lehet jutni. Valami nagyon gyors lejutási módszer kell, hogyha nagyon nagy a szar, akkor ne szakítsák be. Egy ilyen létre lehet, hogy le lesz lógadva valahol. Vagy van kötél már, nem? Van ilyen rób. Ezt nem tudom, hogy lehet-e craftolni, de ugye van egy, szokott lenni. Ezt így le lehetne lógatni, és akkor az utolsó helyekről már így leugranál, érted? És mondjuk azért, amikor zombi horda van, és a kötél alatt ottan topzódnak, az lehet, hogy nem a legbarátibb. Jó. Ja, hát egy darabig eltart, amíg így lejutsz. Baszd meg. Mindig meglepődök, komolyan. Hát ezt figyeljetek, de nem kell markolgatnom ezt az épületet, mert így konkrétan 500 kilométerről látszik, hallod. Figyelj, elmegyek tőle, mit tőle, hány méterre vagyok már tőle? Még csak 50. Figyelj, még csak 62 méterre vagyok tőle. 65, tehát hogy rám elborulna. Figyeld! Elborulna, akkor körülbelül itt lenne a teteje, és nem is tűnik olyan durvának. De nagyon kemény. Jó, nem pont ott van márkolva. Megmárkolom pont ott, hogy nehogy azt mondjátok. Így. És itt, igen. Ha eldőlne, akkor ide esne a teteje. 80 méter. Ez nagyon beteg. Hát ezt nem kell jelölgetni, hallod? És még leállásul lesz egy nagy tányér a tetejét. Meg egy kettő, mert ugye helikopter leszálló majd. Figyelj, hát ezt akárhonnan megtalálod. Ez a legmagasabb épület a környéken. Fú, ez jó hosszú videó volt. Na, és azért... Csak belement a kaktuszba. Hol van? Fa mögött. Hova tűnt az meg a tornyom? Hova tűnt a tornyom? Hallod, 180 méterre van és nem mutatja. Fú. Hallod, én azt hittem most összeborult. Ez tök jó, hogy... Nem mutatja, basszus. Ez az érdekes. Ez érdekes volt, mi? Kicsit meglepődtetek szerintem velem együtt. Ja, hát így érdekes. Furán van megoldva. Hogy egy a saját építési objected az így eltűnik 100 méter után, vagy 120. És pedig maxra van azt hiszem a range állítva. Jó, hát nem baj. Tök jó egyébként, de az kicsit kelemetlen tényleg, hogy eltűnik. Jó, hát ez ilyen böszmel egy épület. Tehát az ilyen kisebb épületeket nem látnám már 100 méterről kb. Vagy 120-ról. Jó, elbúcsúzom, köszönöm tényleg a figyelmet, remélem tetszett a videó. Egyébként én nagyon élveztem ezt a részt. Imádok építkezni, tök frankó az egész. Jól haladunk, minden szuper. Úgyhogy tök jó. Még ide bemegyek, még ide bemegyek, még innen is megnézem. Ja, kicsi stamina problémáink vannak. Trader Bob, egyes nehézség, lol. Hát ezt gondolja, ez a hülye, ez mit épített ide. Ide épített nekem egy ilyen böszme tornyot. Na, hát ez jó lesz. Oké. Okay.
Gyerekek, van egy biztonságos hely, szerintem sokkal biztonságosabb lesz, mint a piramisunk. Megcsináljuk, gyakorlatilag megcsináljuk azok. Nem beszélek többet, nagyon sokat beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, fára majd szükségeltetik. Lehet, hogy el kell mennem fát vágni. Ó, aztán lehet, hogy nem gameplayen kívül csinálom. Majd írjátok meg, hogy legyen, hogy gameplayen kívül, vagy pedig itt elbeszélgetünk közben. Meg eltervezgetünk, hát olyan túl sokáig nem tart csak felupgrade-elni, nem? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!